Jó napot kívánok és kellemes szombat délelőttet mindenkinek. Megpróbáljuk befejezni a mai nap folyamán Michigan utolsó, hát másfél, egy, fél, egy utolsó két félben hagyott küldetését a logisztika alapján így adta ki. Úgyhogy utána pedig elmenetileg pakolunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez sikerül-e végrehajtani ezt a mutatványt, avagy közbeszól valami. Remélem, hogy nem. Aztán meglátjuk, hogy ha a délutánig eljutok, addig, hogy lehet költözködni, akkor lehet, hogy a délutánt azt már Michiganben? Alaszkában kezdjük. Ugye itt hagytuk abba tegnap a Drummond Islanden, de visszamegyünk a gáthoz, mert innen fog kelleni átpakolni az egész mindenséget. Megtankolunk, amennyire meg lehet, aztán húzunk is átfele. Átmegyünk ugye át kell vinni kettő hosszú rönköt, ugye azt hiszem. És a legvégén pedig még egy három kör. Igen, az van pont kint képen. Három kör médiumot, és akkor a legvégén, amikor elindulunk hazafelé, a garázs felé, akkor lesz az, hogy fogjuk is minden egyebet. Teljesítünk, viszont most a Pacific-ke innen ki tudok itt tolatni ezzel? Ez itt egyenesen is ki tudok menni. Akkor lehet, hogy mégiscsak a helyzővel állunk ide közelebb. Na mindjárt összerakjuk itt a románosított szerelvényt. Hál' Istennek megint éjszakával kezdek, ez ugye tök jó. Így. Mert hogyha lehegymód van rá, akkor megyünk együtt. Nem fog gondot okozni, remélem itt nem akadok fent. Talán nem. És akkor ezzel szépen átzörgünk egészen az ég. A Drummond Islandnek a fakitermelő területére. És akkor elméletileg ott ugye föl tudjuk pakolni a hosszú rögnöket. Azzal kettőt kell fordulni, ugye a fűrészmalomba. És akkor ha azt a kettőt leszállítottuk, akkor utána csak át kell zörögni az Island Lake-nek a fakitermelő telepére. És onnan ugye leszállítjuk a maradékot is a fűrészmalomhoz, illetve az utolsó körrel ugye visszajövünk Drummond Islandre, és lerakjuk a farmon a rendelést. Úgyhogy ez a terv. Ezt adta ki a logika. Aztán meglátjuk, hogy fog menni. Egyelőre szépen jön az egész szerelvény utánam. Remélem, hogy ez a gázolajjal nem lesz gond. Itt még visszaérünk talán. Bár teljesen mindegy, mert a Fleetstar-ba van, tehát maximum összekötjük, vagy át szipákoljuk, és akkor majd föltankoljuk, amikor kiérünk. Ha minden igaz, akkor ezzel így körbe megyek, és föl tudok egy teli tankkal ki tudom vinni a Fleetstart a kitermelő helyekre. Ebből csak annyi fog hiányozni, ami a daruzások során. Aztán a hazafele menetben meg majd szépen hazavontatunk minden szilszart. Ott már lehet azzal trükközni, hogy esetleg úgy intézem az útvonalat, hogy összekötögetni azokat, amelyikeket érdemes, és akkor azzal lehet időt spórolni. Tehát a pakolást azt elméletileg fel lehet ezzel pörgetni, de még azt is ki kell valahogy találni attól függetlenül, hogy a üzemanyagot meg a szervizes kocsit ugye mindenképpen vissza kell vinni a garázshoz, hogy úgy pakoljunk össze, hogy egyben legyenek a dolgok. Tehát, hogy mindenképpen minden a helyére kerüljön. Úr, a nagy laggom volt, azt a rohadt. Nem volt szimpatikus, de majd elmúlik. Itt az a lényeg, hogy itt ezzel átjussak a nem fog. Megszorultunk. Hát igen, ebből sajnos nagyon hiányzik az első kerék meghajtás is. Illetve a
Hát mondjuk difizár az van benne. Az összkerék meghajtást azt el tudná viselni sajnos. Tény, hogy most húzunk ám minden szart magunk után, úgyhogy ahhoz képest teljesen jó. Meg ugye erre nem lehet medgumikat rakni, ami mondjuk elég para. Úgy fogok megfordulni, hogy szerintem az oszlop mögött elfordulunk majd, akkor nem kell itt trükközni az ízével. Az ívvel. Már ha egyetlen kijutok még innen idén. Ugye kiássuk magunkat, nem gond az, nem lesz ebből semmi probléma. Szépen beásta magát, de ugye kint van. Főleg, hogyha mondjuk rá segítek. Akár így. Ez sem volt egy rossz ötlet, csak nem is volt jó. Jó lenne, ha kiásná magát, ez most így elég cubi. De mondjuk legalább közelebb tudom rángatni ezt a szart, hogyha úgy van, és akkor legalább megtanulni meg tudok még, hogyha föl is borítom hozzá. Hát ez röhely. Van, ez röhely, hogy ez így be tudja ideásni magát. Eddig ezerszer átmentünk itt ezzel, ne szopas. Sőt, mennyi fával együtt is átmentünk. Iszonyatosan gyötrelem, hogy nem kap izét, nincsen neki. Nem jut neki, ez kerék meghajt. Aha, ez jó kör volt. Így szokott kezdődni általában vasárnap délelőtt az én elképzeléseimben. Semmi gond. Ez legalább kijut innen. Legalábbis kiszokott. Olyan régen borultak már fő dolgok, hogy éppen ideje volt ezzel is foglalkozni egy kicsit. De legalább ezt egy pikpak visszaállítjuk. Az a baj egyébként, hogy én nem tudom, hogy mióta van ez, vagy mióta nincs, hogy ha megnyomod az F-et, akkor vagy beragad. Tehát gyakorlatilag állandóra kapcsolja a direktbe azért a csörlőt, és onnantól kezdve gyakorlatilag bármit csinálsz, az fúz. Úgy kéne valahogy oda kötni, hogy ha egy mód van rá, akkor legalább ezzel ne boruljak. Hát ez így nagyon sok mindent elmond, de lényegében semmi jót nem. Engedd már el! Hát nem igaz, bazd meg, hogy nem működnek a gombok. Ez egyébként nem tudom, ez az első időszakban azért nem volt ennyire selejtes. Ez a gombkiosztás. De ne így húzzad már magad, hanem valami okosabban. Konkrétan az utánfutója miatt nem képes visszadőlni, az nagyon jó. Nem baj, halad, az jó lesz az úgy. Jó lesz az úgy, csak ki kell szenvedni. Szerintem onnan már ki kell, hogy jusson magától is.
itt átrendezzük a dolgokat. Többek között ezt a szart is meg kéne lökni, hogy ne boruljon tovább. Vagy tudod mit, akár borulj is föl, hát ki a faszt érdekelsz. Na, úgy van. Úgy meg is állhatsz, tökéletes. Sose volt ilyen jó. Jó. Hát ezt sokféleképpen meg lehetett volna oldani, de én most így oldottam meg. Így se volt rossz. Ide sem mászunk be többet, ha minden igaz, úgyhogy... Az igen, nem sok nafta maradt itt, basszus. Pedig kellett volna a legesleg végére. Nem change-elünk, hanem... Majd valami ilyesmi lesz a forgatókönyv. Csak nem hátrafele, hanem előre. És így elmegyünk, és... felrepaláljuk magunkat. Lehalkítjuk a telefon, mert ez belecsipog itt a mindenbe. Úgy, nagyon helyes irány előre. Na, sikerült, igazából, na, ez bele volt kalkulálva, tehát ennél rosszabb már ne legyen. Itt sem borultam volna igazából föl, hogyha nem rántom magamat a falhoz. De ez a specialitásom igazából, tehát hogy ez szinte minden streamben sikerült eddig egyszer. Legalább egyszer. A tegnap az véletlenül kivétel volt, az úgy alakult, hogy tegnap nem sikerült, azt hiszem. A fasz nem, tegnap is főborult, csak akkor is vissza tudtam állítani gyors. Úgyhogy ez tényleg ilyen minimális, vagy alapkövetelmény, hogy ne sikerüljön minden egyszerre. Most még remélem összeverem azért a Fleetstart, ahogy vontatjuk. Jó eséllyel igen, mert itt is fékezni kell, jó, hogy ilyenkor nem fékez, csak nekem gurul. Nagyon jó. Mondjuk a Fleetstart azt nem is feltétlenül kellett volna megtankolni, na mindegy. Mert ugye kint lett volna még cucc, de maximum az utolsó körrel hazafele, hogyha ott kint maradt cucc. De tök mindegy, mert a izé is visszajön, a Kodiak is visszajön is. Abba is elég sok nafta van, ezeket mind haza, mind elrángathatom a garázsig, és akkor már az utolsó nagy összepakoláskor nem kell, ha minden igaz, akkor már nem kell ugye külön fizetni a dolgokért, mert lesz annyi szana szét, hogy csak össze kell útolgatni. De azért javítani kijövünk. Ez az egész itt hátul el fog így férni, aztán egy hirtelen nem tudom. Elpróbálunk olyan íven fordulni, hogy ne legyen gond. Nettös lesz. De szerintem ez így... Ó, hát ez így... Ez így profi. No kérem. És akkor repair, és akkor megjavítjuk a specifiket. Igen. GMC-t még nem látja, nagyon jó, helyes, tökéletes. Előrébb állunk egy... Az anyád valagát. Ezt mindig elfelejtem, hogy ilyenkor lecsatolja. És akkor most már föl tudjuk reparálni a...
a Flintstart is. Hát ő kapott az élettől azért most az utóbbi időben. De nem baj. Mert így ahogy van, így már jó lesz. Lehet, hogy megint összeverjük, mire kiérünk, de annyi baj legyen. Azt a kibaszott utánfutót, azt leraktam ide. Bazzeg, az út közepére, tehát hogy ahogy illik. Értem én, hogy már nem fog kelleni, de azért ez elég fasz megoldás volt. Mondjuk van egy-kettő, amelyik hülye helyen van leparkolva, de most ne firtassuk. Lehet, hogyha előre néznék, akkor nem mennék le a hídról, de mindegy. Jaj, nem tudom, tegnap este Metaxáig még meddig tolták, de még nagyon benne voltak 11 után, mikor én elköszöntem onnan. Nekem tegnap elég volt ez a rövid menet, mert... fáradt voltam. Fáradtan ez a játék kifejezetten nehéz. Több probléma is felvetődik benne, amikor egy közben, amikor fáradtan játszik ezzel az ember, tehát hogy egy idő után nem figyel. Úgyhogy azért is borult meg a legvégén még az utolsó kanyarba a Western Star, mert elpofáztam és elmértem az ívet. Bazony. Itt nagyon nem mindig lehet olyan könnyen olvasgatni. Nem mondom, hogy kilakatolunk, mert ez naív dolog lenne, hogyha én most itt mindent kilakatolnék, de még az is előfordulhat, hogy megtörténik. Azt nem tudom, hogy itt azzal a, tehát ami a garázsban van szerelvények, az ugye jön velem, tehát akár föl van szerelve, akár nem. Tehát az összes daru, plató, minden szírszar az attól függetlenül jön velem, hogy nincs közvetlenül föl szerelve az autókra. Legalábbis nagyon remélem. Tehát ha én így elrakom mondjuk ezt a pacifiket is, hogy rajta van a... ez a long log carrier front, ez ugyanúgy ott is rajta lesz. Vagy hogyha berakom a garázsba, akkor ugyanúgy benne lesz a garázsba, tehát ezt majd ki kell figyelni. Aztán nagyon izgatott vagyok amúgy miatta, hogy tényleg végre eljutunk odáig, hogy Michigan 100%-os legyen. Azért nem hogy hard módba, de még normálba se csináltam meg Michigant 100-ra, tehát volt, aki azt emlegette, hogy azért a többi térképen nincs ennyi feladat. Ez tény, tehát láttam, ahol van talán egy, ahol nagyon sok van ilyen küldetésekből. De hogy tényleg azért van olyan, ahol csak ilyen 30 pár darab van, az lényegesen gyorsabban megoldható talán, mint itt. Itt is nem is tudom mennyi volt, 80, 89, úgyhogy még ez az utolsó kettő hiányzik. Aztán ha ez megvan, akkor teljesen, minden feladat teljesítve lesz. És lezárjuk a szezont itt a Michigannél. Azért voltak itt izgalmak ez alatt a szezon alatt, rendesen. De hál' Istennek minden olajfúró torony megépült, és minden ellátási lánc fasza. És mindenki boldog.
Annak örülök, hogy azokat a gyorsasági küldetéseket, azokat egész szép eredménnyel be tudtam fejezni igazándiból. Nem is lett volna szerintem bronzom, hogyha... ha ugye azon a folyami átkelős vackon nem borul fel a scoot. Mert ha ott a Chevrolette nem borulok fel, akkor ugye nem a teherautóval teljesítem a feladatot. De ahhoz képest a többinél meglepő olyan jó eredményeket lehetett elérni. Egyrészt az, hogy sok lett arany, másrészt meg az, hogy ezeket a cockpit view-os küldetéseket is egész jól meg lehetett oldani. Kíváncsi vagyok, hogy a többi térképpáros vagy térképcsoporton milyenek lesznek ilyen szempontból a gyorsasági feladatok, mert nem szimpatikusak, tehát ennek kifejezetten a kapkodás kifejezetten nem áll jól ennek a játéknak, de izgalmas, tehát azért alapvetően izgalmas az, hogyha ha egy-két ilyen feladatot is megpróbálunk megcsinálni. De ne es nekem, kövesd a vonalat. Jó, helyes. Kikerüljük a nagy gödröt, mert ez már szopatott le minket. Hú, de jó, mindjárt rátérünk. Úgyhogy ezt az utat ma már csak 5-ször kell megjárni, hogyha mindent össze akarok pakolni. De semmi baj, mert ráérünk. Igaz, hogy mindjárt vasárnap dél van, úgyhogy lehet, hogy mindenki elmegy ebédelni, de... ez... nem akadályoz meg minket semmiben. Főleg olyan szempontból nem, hogy nálunk még ez csúszik ez az ebéd téma. Legalább 2-ig. Mert hogy mindenki későn kelt. Ops, már tol is minket a Fleet Star, ez megindult, mint a sziklába, vagy na, a szakadékba a szikla. Mondja 55 mérföld per óra, az ugye már beszéltük, hogy durván olyan, hát 80 km per óra, hát azért itt 80-nal nem hiszem, hogy mennék, most megyünk nagyjából a 40-nel. Ezt mindig eljátsza, hogy nem az a C, ami a C, hanem a másik a C, és ilyenkor se veszi be gombra, fura. Na mindegy, ide átérünk. És akkor irány a térkép másik fele, természetesen. Mert az úgy a tuti. Ja igen, persze, ilyenkor egymásban spawnul a rendszer. Így már jó lesz. Kodiákat szerintem békén hagyjuk, ott nem tankolunk, hanem majd a nagy üzemanyagosból a kúton. Sőt, igazából lehet, hogy a Kodiakot úgy teljes mértékben békén hagyjuk.
amennyire lehet. Mert hogy nem tudom mennyi van benne, de tényleg kelleni fog majd a végére nafta, amikor pakolunk. Mondjuk még azt a böszben nagy izét is át kéne hozni. Az is egy a hosszú Western Start, azt hiszem az is az. Mert azt is igazából kimentettük meg dolgok, de aztán úgy ott is maradt. A napját nem tudom mióta állít szerencsétlen, de jó szolgálatot tesz. Ja, ez elméletileg tele van, vagy legalábbis nagyon kevés hiányzik belőle. Meglepően jó volt a fogyasztása ennek a kis vacaknak. Majd megtaláljuk a helyét a többi térképen is, vagy hát hogyha szükség lesz rá legalább. Ha minden jó megy, akkor ez a küldetés igazából ugye megcsinálható aránylag, hát aránylag gyorsan. Olyan szempontból legalábbis mindenképpen. Hogy ugye ezt a két hosszút ezt innen át tudjuk billenteni. Aránylag gyorsan, tényleg. A maradékot pedig úgyis a másik térképről kell. Oda meg majd úgyis át kell még cuccolni akkor a Fleet Start is. Kicsit nagy lesz az ívecsém. De jó, ez pont tökéletes volt. Így volt tervezve. Mert a kettesben, mert szerintem az ide sok lesz. Úgy. Ez egy egyessel. Vagy így lóba. A lényeg, hogy ne akadjon meg, mert ha megáll, az, az a legnagyobb cumi. Összme állat, egy jó szág, te jó Isten. Milyen jó néz már ki a fülkéjét, egy jó ég. Ekkora kormánnyal. Starter. Víz, szelep. Az meg minek neki? Mi van még itt a műszerfalon, hadd látom. Csúszós út, sima út. Engine. Blair, mi van odaírva? Hát igen, itt jó lenne a Full HD, akkor el tudnám olvasni ezeket a dolgokat, de így nem igazán. Van itt air, water, oil. Azt nem látom megint. Hú, rengeteg apró betűs cuccon a műszerfalom. Mindennek van külön kapcsolója. Elég szépen odafigyeltek a részletekre azért. Azt nem tudom, hogy én a saját internetemet is visszafolytom azzal, hogy megnyitva maradt a check ablak azzal, hogy elindult a stream, mert mindig meg szoktam nézni, hogy mekkora delay-en van, olyan, hogy 3-4 másodperccel szokott indulni durván. Ezt mindig leellenőrzöm, ezt megint nyitva hagytam. Szóval ilyenkor az is visszafolyt valamelyest, mert hát ugye lényegében visszafolyt. Mert pluszba, amit főküldök, azt még egyszer letölti. És ennek sok értelme nincs, akárhogy is nézzük. A hídon csak óvatosan maradunk lóba szerintem. Ne guruljon nagyon el semmi. Főleg nagy gyógyszerem. Uf.
fölfele nekifuthatunk azért egy kicsit talán. Ez nem egy olyan nagyon hülyeség. Mint az állat, úgy megy fölfele. Csak aztán megint jön az a dagonya, úgyhogy itt... Itt úgyis visszalassulunk, akárhogy is nézem. De nem okoz gondot, már megyünk is tovább. Az a jó azon az élek, hogy ezzel lényegében olyan nagyon nagy dagonyán jó lehetett volna, de ugye nem vállaltuk be feltétlenül, vagy nem feltétlenül vállaltuk be, de nem is kellett átmenni. Lehet, hogy tovább tartott, de hogy így kevésbé volt szenvedés. Itt ez elméletileg egy fullos tartály, amit teljesen fölösleges volt kifullozni. De megtettük, úgyhogy ez van, így marad. El fog félni a kukáktól? Nem valószínű. Bocs, útba volt. Legközelebb ne oda rakjátok, hello. Szerintem így se fog kifordulni. Hát szerintem itt inkább megtoljuk vissza, mielőtt gondol egyet, azt leugrik. Nagyon hiányzik belőle az összkerék meghajtás, az nagyon szuper lenne. Tehát majd beruházunk a kis tesóra aztán, vagy a nagy tesóra. Ezt akkor jobb lesz a mutatvány. Innen már csak kettő kanyar, aztán ott is vagyunk, lehet pakolni. Föltöltjük a járgónyt. Milyen jó lenne, ha kanyarodnál is, ugye? Az tényleg nagyon jó lenne. Úgy, most lehet a trepligáz. Főszaladjom. Nagyon király. Lett volna, ha nem rakja be harmadikba. Tehát természetesen főpakolja a fokozatokat, mert az ugye menő. Tök logikus, hogy van értelme. Most is negyedikkel áll neki az emelkedőnek, tehát hogy... Az automata az nagyon buta, tehát ez az egész egyszerűen érthetetlen, miért úgy dolgozik, ahogy... De ha az ember időben löködi neki a shiftet, akkor ezt a problémát azért meg lehet kerülni. Ujjjjjjjjjjjjj. Hát ezt nem mondom, hogy a legkellemesebb módon vettük be ezt a kanyart, de átjutottunk, az a lényeg, úgyhogy ezzel sincsen gond. Jövünk ide, aztán le is parkolunk. Valahogy úgy kéne ezt a dolgot csinálni jól, hogy leakasztjuk a fleet start. Hát ezzel meg sikerült megint nagyon szarívet venni. Mondjuk így ideállunk. Ez így jónak tűnik. És már nem látom, nagyon jó. Most már látom. Ide szaladunk vele. Reméljük itt is találunk egy hasonlóan jó pozíciót, mint a gátnál. Az egyébként egy kifejezetten jó állapot volt. Rosszat nyomtam. Nagyon szuper, tökéletesen letalpaltunk. Jöhet a fa. És nem akármilyen fa, mert ez a hosszú fa.
Azért mondom, hogy régen a izékbe, az előző epizódokban ott ugye volt egy középvonal, ami jelezte, hogy hol fog meg te barom. Itt nem nagyon van. De lehet, hogy nem csak a hard mód miatt. Már nem vagyok benne egészen biztos. Ez így jó is. Na és akkor ezt a mutatványt kell majd kettőször végrehajtani. De szerintem ez meg lesz nagyjából egy, hát minden jó megy, akkor körülbelül egy óra alatt talán. És akkor ugye haladhatunk tovább. Jöhet a White Western Star, és akkor át a szigetre. Hopp, nem jó. Így már jónak tűnik. És akkor azt a rengeteg médium logot is megoldjuk valahogy. Hihetetlen tényleg, hogy centikre vagyunk attól, hogy kijelenthessük, hogy készen van Michigan. Ez számomra nagyon nagy eredmény, mert... Meg hát ez lényegében a játék során, akárki szemszögéből nézzük, ez nagy eredmény, mert... Azért egy ilyen térképcsoportot ennyi feladattal végigcsinálni... Az nagyon ki lett találva, hogy ne legyen egyszerű. Úgy nagyon jó vagy. Jó, ez még úgyis kellni fog következőre is, úgyhogy őt még egyelőre így itt hagyjuk. Itt átugrunk. Biff. Aztán let's go. Tudom, hogy trükközhetnénk azzal, hogy most éppen mennyi rönköt teszek be, tehát bepakolni többet, és akkor azáltal egy kicsit csalni, hogy itt bepakolni mondjuk 6-ot, és akkor átrángatni magammal együtt az izét, a Fleet Start is. És akkor ugye a lerakónál ugye 3-at levenni, bepakolni, leadni, majd berakni 3-at. És újból bepakolni, leadni, tehát hogy ezzel lehetne trükközni, de mindegy, forgolódunk. Azért mondom, RPG-be toljuk, teljesen valós adatok szerint. Jó, mondjuk, hogyha most jó, ezt mind nekem kéne bepakolni, ezt a rengeteg hosszú rönköt, az lenne a kemény mutatvány, főleg úgy, hogy az tényleg így is álljon, meg így is maradjon, meg mit tudom én, az mondjuk mutatványos lenne. Hál' Istennek ott azért még nem tartunk. Pedig az lenne a buta. Na rúgd el neki. Itt már meg ne akadjunk. Jó, vagy itt, köszönöm szépen. És akkor innen rohanunk tovább. Hát az egész térképen át kell szaladni, de szerintem pikpak megoldjuk. Szerintem, hogyha minden jól megy, akkor itt, ha ügyes vagyok, akkor nem ér minket meglepetés. Valahol tudok azt hiszem tankolni is, visszafele, szerintem ezt meg is ejtjük. Szerintem visszafele elég lesz tankolni, mert
van most benne annyi, hogy, hogy elég legyen. Ja, oda-vissza szerintem ez megjárja, ott a izéig. Hú, lassan, mert aztán ez megindul, bazeg. Nincs az Isten, aki megállítja. Aki megállítja. Csak hogy nyelvtanilag megpróbáljunk valamelyest magyarul beszélni. Közben visszatekerem a kupakot az üvegre, nehogy itten véletlenül baleset éri a klaviatúrát, meg a számítógépet. Néztem nagyon menő, nagyon kényelmes asztalt, ami rendkívül jól esne a kis lelkemnek. Na, úgy. Ilyen nagyon frankó, széles, nagy, emelhető, sűjeszthető, de nem villany, mert az abban nem bízok. Hát nem elektromosan, hanem ilyen kurblisan. És gyakorlatilag a fedlap az meg annyiszor cserélhető, ahányszor nem szégyelled, mert hogy tök simán bármikor bármit rácsavarozhatsz. Alapvetően 160x80-as asztallappal néztem. Az azért jó, mert azon tényleg el fog férni minden ilyen irodai fel. Most elég kaotikus, most egy ilyen nagyon pici asztal van. De hogyha egy olyat be tudnék szerezni, azon azért úgy babán elférnének a dolgok. Az várható volt, hogy valahova odaverjük, de ennél nagyobb baj ne legyen. Igen, itt fogok tankolni, majd visszafele jövet. Ebben még szerintem... Ó, hát ez tele van pakolva. Több, mint elég. Maradjunk annyival. Már jelzi nekünk, hogy hova kell menni, de hát fejből tudjuk, hogy hol van az a fűrészmalom. Ezt az egy utánfutót hagytam kifejezetten fos helyen. De talán elférünk tőle. Uff, sikerült. Első kör. Kérem, mindenki kapaszkodjon. Első kör, pipa. Most már csak ki kell találni, hogy fordulok körbe, de itt hátul körbe lehet jönni, nem? Vagy hogy fordultam én itt meg a múltkor? Ott a bozótosba, ugye?
kikerüljük itt az egész kócerájt, hát ha azzal kijutunk. Ha itt valahogy elvileg ki lehet jutni. Vagy hát úgy találták ki, azt hiszem, hogy itt elméletileg van egy út. Csak hát olyan faszú pakoltak ide, hogy nem férünk ide. Really, dude? What? Aha, ráadásul a hitbox az megint kisegített a szarból. Aztán innen meg ki kéne valahogy fordulni balra, hogy meg nem megmaradjon. Ennyi, kész, meg is fordultunk. Kenjük neki, mint az állat, itt nem vesztegetjük az időt. Az, hogy ebből már csak ugye egyet kell kicincálni, tehát gyakorlatilag a Pacificnek már csak egy stratégiai útja van. Utána gyakorlatilag ez az utánfutót le is rakhatom, mert nem fog kelleni. Ugyanez lesz a sztori lényegében a majd a Western Star-ral is, hogyha... Szia Metaxa, jó reggelt! Meddig nyomtátok este? Amúgy ti ilyen fordított sorrendben játsszátok? Vagy hogy ilyen full felszereléssel nyomjátok a izét? A Michigant, vagy csak így ilyen visszatérő befejezetbe? Ah, egyszerre a 8-at? Az igen? Az igen, az kemény. Én 8-at nem húztam fel egyszerre, csak... 6-ot? Igen, 4 volt a 4 volt az 5-ös póton, és én annyival... Hoppá. Annyival megelégettem. Annyi is pont elég volt. Ja, hogy te segítesz benne ála. Aha, hát az úgy mondjuk azért elég baba. Úgy egy kicsit OP azért a dolog, de... De úgy azért biztos könnyebb. Én meg tolom itt a
utolsó másfél küldetést, vagy nem tudom mennyi van még, mert ja, még itt van ugye medium logos téma, meg ugye még egyet fordulunk ezzel a Pacifickel, aztán igazából ez a küldetés nagyjából kész, azt nem sokára pakolok és befejezzük michigani pályafutásunkat. Hát azt mondjuk elhiszem, láttam, hogy kicsit azért könnyebben vette ott az akadályokat a géppark. Hát de hiába, most ha van rá lehetőség, akkor végül is miért ne? De ilyen szempontból ez tök érdekes, tehát hogy ezt engedi a játék, hogy a saját kifullozott gépparkoddal visszamenj segíteni egy góba olyannak, aki mondjuk most kezdi, tehát így nagyon sokat lehet segíteni valakinek az elején. Mondjuk mindenképpen király, hogy van rá egyáltalán lehetőség, tehát azért ez sose egy utolsó. De nem irigyellek egyébként, hogy korbánnyal nyomod, én nem tudom, mondom, én nem hiszem, hogy tudnám. Én annyira sokat forgatom a kamerát, hogy nekem a jobb kezem az mindig az egéren lenne. Úgy meg kicsit fura lenne szerintem korbán, mondjuk azt tudja, lehet, hogy megszoknám hamar. Azt a kurva eget. Hát az ott azért lerövidítette az utat akkor rendesen. Az nem semmi. Na. Akkor. Ja, hogy lehet ilyet is. Ó, apám, hát akkor nem kellett volna egyesével izé pakolászni. Mennyivel jobb? Aztán, hogy most így föl tudok-e venni ebből csak egyet, az egy érdekes kérdés, de mindjárt kipróbáljuk. Uh-huh. Hát nem biztos. Mindegy, fogjuk rá, hogy megfogta. A munkavédelem úgy sincs kint. Aha, biztos jó lehet egyébként. Teljesen más élményt nyújthat. Aha, ez itt nem jó. Na, húzzad bejebb oda magadat, aztán takarodja lefele. Úgy, úgy. Uh-huh. Érdekes, beakadt oda a tartályhoz. Pont így akartam. Igaz, hogy leesett, de... Mondom, munkavédelem nem jött ki, úgyhogy ma azt csinálunk, amit akarunk. Ez így már jó lesz, ez így egész szépen megfogta. Nem a legtökéletesebben, de egész szépen. Az a baj, hogy nálam is az a lutri így a kormánnyal kapcsolatban, hogyha lenne, akkor viszont már csak belső nézet, ennek meg annyira nem jó. Nem minden esetben jó a belső nézetes kamera szög. Nem emeljed maga följebb magad, azt úgy le, jó. Ez így bőven kielégítő. Ja, hát az mondjuk igaz, abban van valami. Mert elég sokszor én is azért borulok föl, mert
kicsit érzéketlenül adja a kontrollt. Hát mindegy, majd ha lesz egyszer újra fasz a kormányom, akkor lehet, hogy kipróbálom vele. Most pillanatnyilag nem igazán van hozzá hely. Mondjuk ha meg lenne a nagy asztal, az lehet, hogy sokat segítene a kérdésem. Még az odébb van. Na ez így most akkor jó. És mivel innen már nem is kell más, ezért szerintem bepakolunk, azt elvontatjuk ezért is, a free start is. Így jó. Úgy kéne vele innen kijönni, hogy az úgy jó legyen. Ez így jó. És akkor mindent viszünk egybe. Ezt meg majd lerakjuk ott a... Hát valahol ott lerakjuk. Ahol kézenfekvő. Majd ha másik térképen leszek. Jó, én itt leszek. Úgyhogy nyugodtan. Az a durva, hogy így a Pacific mellett milyen picinek tűnik a Fleet Star, pedig tényleg hát az se kicsi. Ja igen. Így, és akkor most már tudok átfele menni. Így a tutti. Így megy egybe az egész szerelvény, az a biztos. Annyit kéne még megnézni, hogy eddig érdemes ezt elvonszolni. Hát lehet, hogy csak eddig, és akkor ezzel majd innen átvágok is arra ki. Mert valószínűleg a rönköket, azokat meg innen hátulról fogom majd körbehozni. Már csak azért is, mert ugye itt van még 70% nafta, hogy ott tudjak tankolni, úgyhogy itt szerintem lecsatoljuk a Fleet Start. Az úgy megfelelő lesz. Közben ránk esteredik, az sose baj. Mondjuk a köd az már kicsit durvább, de nem baj. Nem lesz gond. Na, szuper jó. Az a lényeg, hogy azt kell számolnom, hogy hányszor fogok fönnak adni. Párszor azért szokott sikerülni, ezen a mapon legalábbis. Nem baj, mert tényleg csak a trepligás számít, aztán visszük a fát. Nem. A Twitch stúdiónak bal oldalt fent van az overlay, és eltűnik, tehát igazából engem a játékban nem zavar.
amit ti láttok, az külön van oda szerkesztve, és az ugye ott pörög folyamatosan. Arra nem jöttem még rá, hogy hogy lehet úgy beállítani, hogy eltűnjön. Tehát, hogy így egy idő után onnan is így elhalványuljon. Úgyhogy van olyan, hogy valaki tényleg csak beköszön, de onnantól az egész stream alatt ott van. Majd még utána olvasok, hogy mik a lehetőségek, meg mik nem. De mondom, azért szoktam ugye, vagy azért jó, én azért szeretem, hogy kim van a képernyőn, mert ugye ha áttöltöm YouTube-ra, akkor lehet, akkor is lehet érteni, hogy miről beszélek, hogyha egyébként ugye ha nem lenne ott, akkor olyan, mintha magamba beszélnék. Aztán helyenként az elég fura, mivel nem egy olyan őrült pörgős a chat, ezért így talán van értelme. Az jó volt. Fleetstar megint kapott egy pofontot. Fönnakadt valami szarom. Hát igen, igen, ilyen szempontból igen. De egyelőre nem volt ilyen tapasztalatom, úgyhogy annyira nem okozott ez problémát. De hát mondjuk aki olyan, azt ugye maximum kirakja az ember időbe, és akkor nem okoz a kelleténél több fejfájást, ezt kész. Tegnap rátöröltél pipire, mert ide jött izéni, duzzogni. Akkor a Freestar az itt leparkol. Tökéletes. Még megpróbálom kikerülni megint az utánfutót. Ja, hogy ilyen adminszerűséget próbáltál? Az egyébként nem baj. Na mindegy, mert itt megsértődött rajta, úgyhogy... Jó, hát egyébként meg minden jogod megvan hozzá, én mondtam neki is, hogy most ha valaki beleszól a chatbe, vagy bele cenzúrál a chatbe, az bele cenzúrál, hát most ezzel nincsen semmi probléma szerintem. Tehát főleg, hogy azért vannak olyan dolgok, amiket hát igencsak érdemes. Szia, Karren! Akkor nem tudom, mert ide átjött izé duzzogni. Jó, mindegy, hát én most nem állok senkinek a pártjára ezzel kapcsolatban, csak vicces volt. Na kérem. Hosszú rönkök case. Nem kell belőle több, úgyhogy ezt úgy fogjuk megoldani, hogy ezzel de valahova leparkírozok, és ezt az utánfutót itt is hagyom, mivel úgyse lesz már haszna. nyűgös volt már. Igen, ő nem veti meg a káromkodást, de hát van ilyen, na. Addig nincs baj, amíg ilyen szűkös a, vagy hát ilyen úgymond mondjuk bizalmasnak a csapatot. Addig nincs baj, de tényleg, hogyha mondjuk tudja az ember, hogy mondjuk többen is nézik fiatalok közül,
akkor már lehet, hogy problémát okozhat. Na, hozzuk a izét. Western Start. Aztán átparkolunk ezzel is a helyére. És akkor ugye 2 darab feladatunk van, illetve összesen ugye el kell hozni 5 darab rönköt. Mert ugye ez nincsen még meg. Itt, ez lesz a legutolsó. És most átmegyünk és lepakoljuk. Nem ezt, mit csinálsz? Ezt. Ja, hát igen, egyébként én is játszottam vele multiba, streambe, hogy mondom, megnézzük, hogy milyen az. De hát ott is igazából elég sokszor elhangzott. Én nekem is akkor szokott kiszaladni a számon olyan, ami esetleg nem megfelelő, amikor ugye olyan dolog történik, ami váratlan és kellemetlen, vagy pedig ugye hát, amikor nem figyelek. Jó, ez előfordul, de azért írásban az ember tudja magát disztingválni, azért tegyük hozzá, tehát... Na, hát erre való a hétvége, hogy az ember legalább ilyenkor egy kicsit kikapcsolódjon. Úgyhogy hajrá, hajrá! Én is azért üzem-hajtom, hogy meglegyen a kör, és pakolhassunk. Már izgatott vagyok amúgy nagyon. Ez körülbelül olyan, mint amit a múltkor is pont mondtál, hogy lehet, hogy rövidebb az út keresztbe át egyenesen, csak kb. Fél órával hosszabb. Tehát, hogy meg lehet csinálni, és marha büszke vagy utána magadra, csak lehet, hogy ha háromszor fordultál volna, akkor olcsóbban megúszod. De hát ez a jó, mondom, ebben a játékban ez az egy, mondom, a saját hülyeségétől kell az embernek távol maradnia, mert ha, hát igen. Ah! Júj! Úristen, de hát ha belegondolok, hogy 3:30 kor még nyomtátok, az azt jelenti, hogy alsó hangon is, mikor én elmentem aludni utána, akkor még nyomtátok 4 órát, és már akkor is több mint 4 órája benne voltál. Tehát csináltam egy 8 órást én ebből a múltkor ugye, amikor nagyon jó volt a társaság, de egyébként fú, nincs az Isten, hogy még egyszer neki szaladjak. Tehát ahhoz nagyon elborult, tehát utána már nagyon kiborultam a gép mögül. Össze voltam száradva, mint az állat. Ó, nem, ez már nem volt egészséges. Tehát úgy itt ez a drága benzinkút, sose használtam. Úristen. Hát az a bánya az nagyon ki lett találva azért. Oda nagyon... Nagyon ki kell logikázni, hogy mivel érdemes lemenni, mert... Borzasztóan le tudja szivatni az embert. Itt olyan terveim vannak, hogy fordulunk egyet a dupla, tehát így, hogy utánfutóval. Át 9 órát, ez már egy komplett műszak. Sőt, több. Már benne van a beutazás, meg a hazautazás is. A zuhanyzás, meg minden egyéb. Azért az már úgy egy segge végigülni se semmi. Tartották közben legalább szünetet? Ilyen offroad váltót kéne venni, vagy valami ilyes hasonló kibalanszolható cuccot az összesbe, mert ez nagyon szépen viszi magát. Így, hogy a ló fokozat az állítgatható. És ugyanilyen szépen tud menni fával is, úgyhogy ez jó ki lett találva.
Hát annyi, hát 9 órában azért egyszer már csak illik. Én a múltkor mondom, a 8 órásban nem álltam föl egyszer se, de... Fú, de tényleg ott már nagyon, ott már bajok voltak, tehát ott már mindenem fájt. Meg hát tényleg az, hogy az ember, hogyha nem eszik, nem iszik, akkor azért az sem egy egészséges dolog. Úgyhogy ott már azért külön ki kell logikázni, hogy éhen ne haj. De hát nem véletlenül van az, hogy azért a nagyon profik hivatásból is azért általában olyan 3, max 4 óránként azért úgy lelövik a dolgot, hogy ne halljanak bele. Ja, igen. Így van, igen. Hát akkor most viszonyítás kérdés, hogy ez jó vagy nem jó, mert alapvetően tök jó lehet, hogy ilyen tök kényelmes, csak hogyha viszont hajlamos vagy ennyire beleragadni, akkor lehet, hogy annyira nem. Egészségügyileg lehet, hogy nem a legjobb. Nekem hál' Istennek nem egy olyan túl kényelmes a setup, úgyhogy de pont az előbb firtattam, hogy ilyen emelhető asztalt akarok, csak nem elektromosat, hanem tekerőset. Az biztos, igen, egyébként biztos, hogy ez multira még inkább igaz lehet, tehát amikor az ember kóba játszik, folyamatosan beszélget, gondolkodik, meg ugye halad, akkor ugye más a történet, meg hát ugye az sem mindegy, hogy tényleg milyen a társaság, hogy ha jó a társaság, akkor ugye sokkal tovább el van az ember. Ezt mondom, én is magamon tapasztalom. Tehát most az is, hogy már legalább itt hárman beszélgetünk, már nagyon sokat dob a hangulaton. Úgyhogy ez nagyon sokat számít. Most azt kéne csinálni szerintem, hogy ezzel elmegyünk egészen addig, ahol leraktuk a Fleet Start, és akkor ezt most meg ezután fogom akasztani. Az se semmi. Hú, egész nap. Azért én a 10 éves korom óta egész napokat úgy egyhuzamba már nem. Régen azért előfordult, hogy mit a főkeltem 9-10-kor, aztán gyakorlatilag az ebéd az átment ilyen 8 órás vacsorába, mert onnantól kezdve végig nyomtam a mutatványt. De hát azért ma már ez se feltétlenül működik, ez se menne annyira. Bár tény, hogyha mondjuk azt veszük alapul, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, mert kurva egészségtelen itt ülni, meg mit tudom én. Basszus, valaki így dolgozik, és az egész életét így éli re. Azt a kurva 16 óra. Az nagyon sok. az nagyon durva. Hát nem tudom, mi nekünk annó így a Most Wanted idejébe, Need for Speed Most Wanted, meg Underground 2 idejében voltak olyan baráti sessionök, amikor ugye PlayStation-en vagy valami így lerogytunk elé mondjuk pénteken este, és akkor itt vasárnap reggelre ki volt pörgetve a játék, és közben nem nagyon volt pihenés meg alvás, de ma már az se. Hát mondjuk egyedül 16 órát, az nagyon kemény. Tehát azért az minden szempontból nagyon durva. Mert tényleg társaságban még azt mondom, hogy oké, de egyedül én talán Sims 2-vel tudtam annyira sokat játszani, mert ott is ugye pontosan az a baj, hogy na még egy napot, na még ezt megcsinálod, na még egy előléptetés, na még egy... És egyszerűen nem veszed észre, de iszonyatos mértékben elmegy az idő, és azzal azért előfordult egy párszor, hogy na még egy nap, na még egy izé, és akkor reggeltől estig, tehát azzal viszont gyakran előfordult ugye 10 éves, vagy 10 éves korom első felébe, második felébe már az Eurotruck átvette az uralmat, aztán meg az alkohol. Azt a kurva. Nekem nem volt soha türelmem az izékhez, az ilyen modolásokhoz, meg skinezésekhez, meg ehhez hasonló cuccokhoz. Az, ugye a Blender, az egy ilyen szerkesztő.
Mondjuk ma nem lesz nehéz azért lelőni a streamet, ha kész az ebéd, mert hogy jön be az ajtó alatt a húslevesnek az illata, úgyhogy... Még ha azt vesszük, hogy alapvetően annyira nem is vagyok éhes, ez nem segít a helyzeten, tehát... Na itt a Freestar, gyönyörűséges helyen, az út közepén, hol máshol raktam volna le. Erre akadjon a pót benne. És akkor innen veszünk egy szép nagy ívű balost. És innentől megyünk együtt, gyere tesó. Remélem, hogy így el fog fordulni. De lehet, hogy külön kellett volna ezt a témát megpróbálni. Igen, ez így szinte biztos, hogy katasztrófához fog vezetni. Úgyhogy lemegyünk, aztán utána fordulok a freestyle-ra. Ez a barom odarántja magát az a villanypóznához. Hát... minden elismerésem. Én egyelőre meg vagyok elégedve azzal, amit így sikerült nagyon maszekba összehozni. Mindenféle kis... hát igazából szinte effekt hangokban is, hát én effekt zene. Az, ami nekem a trailerem. De ez is már sokkal jobb, mint a semmi. Mert hogy eddig semmi nem volt, csak így beléptem azt, hello! És most meg már azért így... most meg így van valami. Na. Ez eddig jó. Úgy. Össze is kötötte? Össze. Nagyon jó, helyes. Akkor irány előre. Szerintem itt berakjuk low pluszba, az elég lesz. És akkor kimegyünk egészen a telepig. Simán marad annyi üzemanyagom szerintem, hogy ezzel így megoldjam ezt a dolgot. Bár mondjuk azért olyan jól néz ki, amikor valakinek ilyen tök igényesen meg van csinálva a streamnek a különböző elemei. Mondom, én már annak is örülök, hogy sikerült ezt a cím átvezetést így faszán beütemezni, vagy beszerkeszteni, meg a lezárásom is aránylag hangulatos lett. Úgyhogy ezzel már alapvetően úgy elégedett vagyok, csak... úgy ennél többre most nem futja időből, úgyhogy ez most így megfelel. Hát figyelj ide, szokták mondani, hogy a művészet az ugye a világ legmeghatározhatatlanabb dolga. Lényegében azért, mert ugye egyrészt néha a művész se tudja határozottan kijelenteni, hogy a műve készen van, ez az egyik. A másik meg az, hogy ugye ami az egyik embernek szép, a másiknak nem biztos. De pont ez a jó benne, amit mondtál is, hogy egyedi az biztos, tehát minden egyes alkotás egyedi. Akárhogy is nézzük, mert kétszer ugyanúgy nem nagyon lehet megcsinálni. Igen, ez pont így van, tehát hogyha valaki, mit tudom én, szarból szeret szobrászkodni, az lehet, hogy az emberek 99%-ának büdös. És a maradék 1% meg azt mondja rá, hogy azt a kurva, milyen szép. Hát nem mindenki ugyanúgy értékeli a dolgokat, ez van. Tudom, hogy nagyjából miről beszélek, mert hál' Istennek nekem a húgom is grafikus. Úgyhogy ha nekem ilyesmi problémám lesz, akkor házon belül megoldom a problémát, hogy átadom neki a munkát, az kész. Ú, az jó. Az király lesz. Ez mindenképpen jó lesz szerintem. Nekem ezt a avatárt is a húgom szerkesztette. Így hobbiból, viccből, aztán úgy felhasználtuk faszán. Szinte mindenhova. De lényegében, hogyha valami egyéb kell, akkor úgyis ő neki fogok szólni, mert ugye ennek nincsenek meg a szerkesztő fájai. (Gül)
Hát ja, igen, ez pontosan így van. Nehéz, nehéz eligazodni a dolgokon, az biztos. Hát nem, az egy M betű, ugye? De ilyen tűz-víz, vagy mi volt? Mert nem néztem meg sose olyan nagyon részletesen. Hú, ezt most magyarázd meg, ezt nekem elmaradt a kancsó. PVT. Ezt az utolsót már nem értem, a BTV az ugye, az by the way, nem? Hogy azt úgy értem, de a BVT-t azt úgy nem. Lehet, hogy kevés üzemanyaggal készültem. Azt mondtam, nem? By the way. Jó, így már sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz benne, csak mondom, menjünk már bele, ha már így leírtad. Na. Hát lényegében igazából ez... Eleinte én is azt akartam, és megpróbáltam angolul, de már nincsenek fent. Az nagyon retro lehetett. De mondjuk egyébként az az igazság... Már megint megérkeztünk, úgy érzem, témánál vagytok. Aha, ezt pont amikor hátrafordultam jutott eszembe, hogy itt baj lesz. Mert hogy úgy neki húztam szerencsétlent a fának, mint az állat. Wow. Fú, dobálóztuk itt olyan címekkel, amihez én még nagyon fiatal vagyok. így konkrétan a Commodore-nak a logója se lett volna szerintem előttem. Tehát teljesen őszintén. Honnan is lett volna, amikor... Fú, talán nem tudom. Életemben egyszer, hogyha... Ha láttam. Így tényleg magam előtt. Én nem is tudom, hogy ez mi. Én nekem a legrégebbi ilyen játékom... Én nekem a legrégebbi játék, ami így nagyon megmaradt... Ez 98-ból, de hát az már PC-s. A Knight and Mercants. Azzal játszottam is még valamikor itt streambe, csak aztán rájöttem, hogy azon ugye egy pálya az ilyen fél év. Tehát egy ilyen 8-12 óra egy pálya. 98, igen, tehát... És én azzal csak a 2000-es évek után játszottam, amikor lett ugye a számítógépünk. Tehát hogy a legrégebbi játék, amivel játszottam, az 98-as, de ettől függetlenül... Igen, majdnem velem egy idős, maradjunk annyiba. Fú, nekem az sincs előttem. Szerintem sose játszottam ilyenekkel. Az a lényeg, hogy mindig volt mivel játszani.
ezzel ide leparkolunk. Hú, tökéletes. Mennyire raktam le messze, nem eléggé, tökéletes, ez is jó volt így. Ezzel már fordulunk is ide. Ha nem elég messzét, ezt úgy értettem, hogy pont elég közel. Csak hogy egyértelmű legyen. Letalpalunk. 1, 2, 3. Tehát mindig még úgyis kettőször kell. Júj, voltak ilyenek régen billentyűzetes verziókban is azért már egy az én gyerekkoromból merítve. Azok se volt. Ezt hogy az ördögbe pakoltál ilyen csicskán ide középre? Ez nagyon gáz. Nekem ilyen izé... Nekem csak ilyen, nem tudom, ilyen rajzfilmes játékokból rémlik, hogy ilyen bután oldották meg a témát. Ú, de menő vagyok, egyszerre kettőt! Hát ha ezt tudtam volna... Mondjuk ki akar csúszni a genyó. Jaj! Hát ne ugráljál már, hülye vagy? Most úgy kéne, hogy itt beengedjük. Hát jó, akkor ezt így elengedem. Aztán ezt itt egy kicsit megigazítjuk, mert szerintem ezt így nem fogja elfogadni. Á, nagyon jó. Sose volt ilyen jó. Sokkot is kaptam. A short lo- hát abból lehet, mert a puha, a villanyvezetéket azt amúgy lekapjuk azonnal, de mindegy. Hogy örülnének már nekünk itt a favágók, hirtelen azért kinyírnák itt a tévét meg az internetet. Azt meg jó ráengedtem. Azt tudom a régi epizódokban, hogyha ügyes voltál, akkor rá tudtál fogni a bakra is, amire kirakták neked az árut, és akkor... Oda tudtad magadat rántani a izéhez, a rakodó plachoz. Kicsit se volt kellemetlen. Ez megvan. Átülünk ide. Már nyomjuk is tovább, csak pakoljuk oda az árut. Á, ezt a főső kettőt azt talán elhozza megint egybe. Csak mondom, hogy nagyon furán pakolja le a dolgokat, hogy így, így kicsit ilyen... Féloldalasan rakja oda. Hát... Jó, én elhiszem neki, de elég furán néz ki. Szokták mondani, hogy lassan jár, tovább érsz. Ez pont úgy néz ki, mint ami erre a szituációra igaz. Úgy jó lesz, ide szépen behúzzuk. Még egy kicsit, hogy jó legyen. Aztán vagy jó lesz, vagy nem, majd meglátjuk. Majd kidobja. Én a izékbe bírtam, a GTA-ban voltak, amikor gyúrni kellett, és akkor egyszerre kell kattingatni, meg a shiftet nyomni, meg ilyenek. Meg amikor gyorsan akarsz futni, akkor ugye, vagy biciklizni, akkor hogy dupla V-t kell, azt hiszem, mint az őrűt nyomni, mintha nem, nem lenne holnap, tehát azok is így kifejezetten ilyen billentyűbarát dolgok. Hát az izé PlayStation-ön meg konkrétan, aki kitalálta, az sem volt teljesen százas, de valahol értem a logikát, hogy gyakorlatilag mindenképpen földhöz tudod vágni a kontrollert, hogyha valami nem úgy sül el, ahogy kéne. És hát ugye, na hát maradjunk, hogy elő is tud fordulni. Na, hova megyünk egyébként?
El ide. El ide. Aztán meg, hát innen már oda találunk. Remélem elég lesz a nafta ott az út széléig, mert ott föl tudom, már föl tudnék tankolni elméletileg. 70% a 2400-ból vagy mennyiből. Hát az még azért sok. Ezt kiszámoltam. Jó, menjünk difizára, úgy többet fogyaszt. Ez a mocsaras térkép is csak addig szopás, amíg az ember felkészületlen. Ha már faszán megvannak a eszközök, meg a gumik, meg minden, akkor nincsen gond. Ebben a szarba szoktam itt még faszán elakadni. De most már tudtuk, hogy itt van. A kollega ide leparkózott, szétlopták neki a cigányok a izét, a verdát. Hűha, azért ez az út, ez... az hagy némi kívánivalót azért maga után. Azt kéne valahogy kiötleni, hogy ezt hogyan kéne jól csinálni. És szerintem ezt úgy fogjuk csinálni, hogy a Fleet Star-nak itt hagyjuk, tehát visszahozom az utánfutót, az kimegy a izé fele. Az út fele, ahol ugye, amerre bejöttünk. Ezzel visszadöcögök ugye ezen a kerülőúton, a malom fele. Ja, de mondjuk mindegy, mert ugye még egyszer ki kell jönni pakolni. Hát akkor vatszó, mindegy, teljesen. Ez, tehát akkor is vissza kell jönni még egyszer. Hát próbáltam volna kombinálni itt a kellemest a hasznossal, de... de sehogy nem jó, mert mindenképpen ki kell jönni még egyszer pakolni. Tehát ide még ugye egyszer kijövök. Utánfutó nélkül ugye lerakni azt az egyet, aztán még egyszer vissza kell jönni, megpakolni az egész szerelvényt újra. Utánfutóstól minden estő, mert ugye a másik térképre kettő kell. És akkor lehet, hogy a Fleet Start azt kirángatjuk az ég. Az útig, vagy hát tök mindegy, végül is kimehet a saját lábán is. Aztán itt majd kombinálni kell a dolgokat, mert itt a pakolás során azért, ha lehetőség van rá, akkor azért nem menjek üres kört. Tehát, hogy ahol lehet, össze kell kapcsolni kettő járművet. Itt a scootot el tudom vinni a scootot el tudom vinni szerintem ezzel a négy tengelyes batár állattal. Mert ugye azt is kimentettük innen a szarból, kiparkoltam vele, azt azóta ott napozik. De itt van hagyva a scoot. Is, aztán ugye van még egy... a Pacific-kel lehet, hogy elrángatunk haza egy aránylag teli tartályt. Vagy hát igazából tudok csinálni szerintem egy teli tartályt. És amögé oda tudom kötni a Fleet Start. Az úgy elindulhat hazafele, az úgy jó lesz. Ezt a cuccot ugye ki tudom rángatni így ebben a formában a farmra, ha nem borul föl az anyádat, mit csinálsz? Igen. És akkor mondjuk a izével együtt elindulni vele haza. Én most inkább belemegyek itt a mocsárba szerintem. Hát nem megyek bele a mocsárba, mert most csak fönnakadtam az oszlopom. Hát így lesznek bajok. Ez így most elég cumi. Fú, megoldottam a problémát. De legközelebb okosba jövünk, aztán lehet, hogy kicsit lassítva, mert ez így elég necces volt.
közben annyira gondolkodok, hogy hogy lenne logikus a pakolás, hogy teljesen elvonatkoztatok attól, hogy mi történik. Itt nagyon ki kell találni, hogy majd mi az az ív, ami nem borul meg. Ú, de szar ez az út, te jó Isten. És erre még egyszer. Jó, de mondjuk már legközelebb már ezért bót nélkül jövök. Úgy azért valamivel könnyebb lesz. Aztán mi ahol tartottam a logikába, hogy itt elhúzza a négy tengelyes a scootot. Aztán utána elhúzza a Pacifica az egyik telézét, mert annak úgy jó a fogyasztása, meg elviszi a Fleetstar. Ezzel a cuccal meg szerintem el tudom húzni a Kodiakot, és mondjuk annak az üzemanyag tartáját, ha egyáltalán kell. Szerintem 2400 literre azért csak föltöltünk mindent is. Annyival föl kéne, hogy tudjam. És akkor igazából ugye ott a GMC-nek meg van egy javító cucca. Egy ilyen, mint a mitál balra. Abból ugye föl tudunk javítani mindent is, amennyire szükség van rá. Hát most ez jó volt. Olyan gyönyörű event szedtem ki ide magam, hogy se előre, se hátra. Hát oda nem tettem volna be a hajszálamat se, nem hogy az ujjam. Így, nagyon jó, helyes. Itt már nem olyan gyász az út, úgyhogy itt egy kicsit elrúgjuk neki. Hát ha fölborul. Na mindegy, szóval valahogy ezt majd kisakkozom, hogy aránylag kevés fordulóból is, de hatékonyan el tudjak jutni a garázsig. Itt valószínűleg mindenképpen meg fogom majd tankolni visszafele úton is, hogy oda-vissza megjárja. Bár mondjuk ez a 300 literes tank, ez kifejezetten pozitív ennek a kocsinak. Jaj, itt is lassan. Mert hogy valamelyik kanyar, azt tudom, hogy genyó. Aha, ez lesz itt az szerintem. Itt balra szokott megsüllyedni, de mocsok módon. Vagy jobbra. Ha igen, ha szemből jövök, akkor balra. Innen pedig jobbra. Ja, így valahogy. Szia, megcsút! De jó, egyre többen vagyunk. Szupi! Jókor jössz! Jaj! Hogy ezt a dőlés szögetest, ezt megleshesd, ez nem volt semmi. Nem izzadtam le, dantvos, tök jó volt. Azt a mocskos mindenit. Azért tud, hihetetlen, hogy hol lehet a súlypontja, azt nem tudom. Néha elég beláthatatlan, hogy mennyire tud megdőlni. Na mondom, legközelebb már csak izével jövünk, szimplával. Nem baj. Egyébként ezek ilyen emulátorra simán jó izé futnak, most Windowsom. Vagy most már, mert hogy jó, én mondjuk sose néztem, sose próbáltam, úgyhogy tájidegen nekem a dolog, de hogy amúgy az tök király, hogy van rá lehetőség. Mondjuk a régi, a 90-es évek videójátékait ugye a GOG.hu, vagy az a GOG Universe, vagy GOG, mit a faszom, az alapvetően elég szépen összegyűjtögette. Tehát onnan elég sok mindent össze lehet szedni. De múltkor belútoltam ott a Jack Rabbitot. De jó helyre raktam le a Pacificet. Csak hogy pont útba legyen. És igényesen megfordulunk, hogy a valóságban sose lehetne. Aztán megyünk vissza.
Wow. Na, ennyire jó már azért. Azért tök jó, hogy az ilyeneket azért úgy megcsinálgatják emberek, hogy gondolnak arra, hogy... Hogy ha másért nem is, az ember legalább nosztalgiázni tudjon. Kíváncsi leszek, hogy mit tudom én tényleg 20-25 év múlva mondjuk, a francokat talán még később az ilyen volumenű játékok, mint ez mondjuk, mit fognak mutatni majd magukból, mennyire lesznek elérhetők. Mi a szar? Jó ég. És még én hittem azt, hogy a Steam-es akkuntomról csak rajta a játék. Hát igen, egyébként az az igazság, hogy ez olyan dolog, hogy például hiába újították fel a GTA-kat, annak az a klasszikus kinézete, illetve az a klasszikus gameplay-e, az verhetetlen. Tehát, hogy nem igazán kellett, vagy nem ilyen felújítás kellett volna neki. De mindezek ellenére pedig ugye ott vannak olyan játékok, amiknek meg nagyon jól állt. Tehát ez a... Fú, az a... Az az UFO-s, az a Die a Human, vagy Kill All Human, vagy mi a tököm a címe annak az ökörségnek. Az például rohadt komoly, és tök jó megcsinálták. Van egy-két ilyen dolog, aminek jól áll. A Resident Evil-öket ugye igényesen pofozzák újra, meg hasonlók. De vannak olyan klasszikus játékok, amiket lehet, hogyha fölújítanának, akkor már nem ugyanazt az élményt adnák. Ebből kifejezőleg lehet, hogy pont amiatt lennének ugye ilyen kicsit ilyen laposabbak. Úristen! Hát igen, egy kicsit változott a világ, tehát azért ez benne van sajnos, hogy... Ma már az, hogy mit tudom, 80-120 GB egy játék, az nem újdonság. Hát itt minden tekintetben mindenben elakadtam, úgyhogy nagyon jó volt. Gyerünk, izombó. Nem vagyok buzi. Az a fa nem fogja ezt elbírni. Ezeket egymáshoz tudom rántani? Nem nagyon. Dehogy nem. Oh, megoldottuk, jó van. Kifért az. Úristen, hogy megindult. Az nagyon kemény, ezeket honnan lootoltad össze? Vagy lehetett így hozzájutni? Vagy ezek tényleg ilyen egyéni privát gyűjtemény? Engem kérdezett a Steam account miatt, vagy téged? Hát mivel emulátorral játsza, ezért lényegében csak PC-s lehet. Vagy nem tudom, elvesztettem már a fonalat, akkor én is, hogyha hülye vagyok, javítsatok ki. Hatszáz mega és 17 000 játék, te jó ég. Hát az, ahhoz már egy élet is kevés, hogy ott végiglövi az ember. Jó, de gondolom, hogy... Ja, a remake-ek általában igen PC-sek. Nem tudom, hogy egyébként a Resident Evil meg a GTA. Hát a GTA-k azok, azt tudom, hogy megcsinálták ugye konzolokra is. Azokat ugye kiadták, ez a Definitive Edition, ez nem úgy sült el, ahogy gondolták. 2021 egyik legnagyobb baklövésének van elkönyvelve. Mindazok ellenére, hogy amúgy tehát igény az lett volna rá. Volt is rá, csak...
ez egyértelmű, ha valami jól működik és ügyesen meg tudják csinálni, akkor, akkor érdemes, meg hát tényleg erre ma is van példa, hogy azért ott tartunk, hogy a Sony is egyre inkább, még ha nem is azonnal, de az exkluzív címeiket is azért úgy megosztja a PC-sekkel, illetve hát ugye most már ugye az Xbox, vagy a X Cloud, vagy mi a Xbox csomag, cucc, akármi, ami PC-n is elérhető, ugye. Tehát, hogy most már ezek azért úgy egyre inkább összefüggnek. Egyedül annyi előnye van ugye a PlayStation-nek, hogy tényleg ezeket az egyéni címeket nem mindig osztja meg, tehát nem mindig jelennek meg a saját belső fejlesztésű játékaik. Ugye Xbox-ra, ott vannak az Uncharted-ek, meg hasonlók. A stratégiai? Vagy ilyen Tower Defense? Így cím alapján azért ebből kevés derül ki. Rosszak az emlékeid, vagy mi van? Mi a baj vele? Azért mondom, nekem is az izé volt ilyen régi, nagyon izé, az a Knight and Mercants-os cucc. Ugye ott is ugye föl kellett építeni az ellátó várost és a hadsereget egymás mellett, hogy ugye le tud küzdeni az ellenfeleidet, de ha valamivel rosszul időzítettél, akkor vagy éhen haltál, vagy nem volt elég nagy a sereged, mire megtámadtak, vagy simán csak megtámadtak, nem volt elég nagy a sereged, és szétszették a városodat, tehát az azért volt egy ilyen keservesen nehéz játék, és hát akkoriban nekem, meg úgy egyébként. Sose játszottam még életemben végig. Majd csinálunk belőle retro streamet. Illetve hát elkezdem még egyszer, mert ugye egyszer már nekifutottam, csak akkor pont az volt a probléma vele, hogy rájöttem, hogy nagyon sokáig tart. És iszonyatosan kényelmetlen volt. Na, viszont itt van három rönk. Most jó szarul estek ki, hál' Istennek, az roppant pozitív lesz, így a pakolás szempontjából. Fölemeli ez így a kettőt? Nem. Nem, mindegy. Forgolódunk így. Nem tart sem eddig, mert ebben mindig 200 liter van. Ami teljesen jó, csak kapott egyet az üzemanyagtartály meg a motor, amikor ide vonszoltuk. De annyira ez se újdonság, mert általában össze szoktam zúzni vontatáskor. Na, fölkapod mind a kettőt? Sír, ez az! Genyó! Ez itt teljesen jó. Úgyné. Aha, sejtettem ugye, hogy Defend of the Crown, tehát a korona védői, vagy a korona védése, vagy maga a cím alapján végül is nagyjából sejthető volt. Én kipróbáltam a régi izéket is, hogy is hívja, Settlers-eket is. Én azzal nem tudom, hogy ember hogy tudott játszani, tehát ez valami borzasztó volt. De hát, amikor kijött, akkor ugye nem volt más, akkor gondolom, hogy szuper OP volt a dolog. Lassabban. Én az első Settlers, amivel játszottam, ötödik része talán. De ugye Ubisoftban meg, Ubisoft fiókon meg ugye meg lehet venni egybe, csomagba. Aztán mondom, akkor csak ránézek, és így az első részben nincs tutoriál, tehát hogy igazából fogalma sincs, hogy mi történik. Másodikban ugyanaz van, mint az elsőben. Igen, az, kipróbáltam azt is. Azt hiszem az a római kori, tehát ugye lényegben csak egy skin az első játékhoz. De ott már úgy nagyjából segít, hogy mit csinálsz, tehát ott már úgy nagyjából elmondja.
Aztán nem is tudom, a harmadikat már nem próbáltam ki talán. Most annak is jön elvileg a hetedik része? Nyolcadik? Hetedik? Valaki javítson ki, aki esetleg foglalkozott vele. Mert most jelentették be az Ubisoftnál, hogy érkezik. Most kíváncsi leszek, hogy sokan azt mondták, ugye, hogy itt a GTA 6 példájából fakadóan, hogy ugye ezek a AAA-s játékok fejlesztései mostantól kezdve akár ilyen 5 évekre is kinyúlhatnak. Mert oké, hogy minden évben megkapjuk az új kódot, de ott az alapmechanika ugyanaz, maximum próbálják fényezni. De ilyen, hogy az Assassin's Creed-ek, meg mit tudom én, Far Cry-ok, hogy ezek viszont minden egyes kiadással egyre csak jobban szét fognak csúszni, és egyre inkább ritkábban fogjuk megkapni őket. És ugye ennek igazából az az oka, hogy önmagukat sem nagyon tudják már felülmúlni, de mégis azért ugye azok a dolgok, amik miatt szeretünk egyfajta címet, amiatt meg úgy is ki fogják adni újra, csak megpróbálni valahogy úgy megírni magát a dolgokat, hogy az mégis eladja önmagát. Úgyhogy ebből kifejezőleg elméletileg nagyon szét fog csúszni a AAA-s címeknek a folytatása, de hát ne legyen így igazából, csak izénél olvastam, azt hiszem, a Leet-en. Azt mondom, korszakfüggő, tehát nekem egyszerűen már nem állt össze, hogy az a Settlersnek az első részei, azok mit akarnak igazából elérni. Nem értettem, hogy hova kell küldeni az embert, meg miért odaáll, meg mit csinál ott, tehát hogy védi, hogy nem védi a placot. Úgyhogy az nekem már kicsit tájidegen volt. Mindamellett elhiszem, hogy a saját... Én azzal nagyon akarok játszani, csak az a baj, hogy én ilyen hülye maximalista vagyok, mint ahogy már elhangzott, és így az első két részt kivittem, amióta volt rá lehetőségem, csak annyira rager vagyok, hogy ott is ahhoz, hogy kimaxolja az ember, innenféle zászlókat meg szírszarokat kell gyűjtögetni, és általában fölidegesít, mikor valamelyik küldetés megfog, és emiatt nagyon lassan haladtam vele, úgyhogy végülis a harmadik részig már el sem jutottam, mert ugye utána közben rájöttem, hogy ugye az Ezio Collection miatt ugye van két ilyen, hát mondhatjuk, hogy mellék rész, tehát ilyen alcímes rész, csak viszont belecsatlakozik a sztoriba teljesen véresen komolyan, úgyhogy gyakorlatilag a harmadik részig már nem jutottam el. De majd egyszer lehet, hogy újra neki futok, és akkor mit tudom, itt lesztreameljük, majd ha már így a SnowRunner oda-vissza kétszer ki lett pörgetve, akkor. Addig nem. Addig elcsillelünk ezzel. De az biztos, hogy az Assassin's Creed az nagyot újított a saját korában, amikor az első rész, meg ugye a második megjelentett, ez fantasztikus volt. Csak az a baj, hogy ugye azzal is ugye a Syndicate-ig ugye húzták, nyújtották gyakorlatilag ugyanazt a sémát, és akkor utána, amikor ugye jött az Egyiptom meg a görög, akkor újítottak egy iszonyatosan nagyot, sok tekintetben. Majd egyszer, hogyha az életem úgy alakul, akkor biztos, hogy nekiülök játszani velük, csak pillanatnyilag nincs annyi időm, hogy azt élvezhetően tudjam pörgetni. Mert az a kifejezetten olyan, legalábbis nálam olyanok ezek a játékok, hogy ha nagyon bevonz, akkor pikpak kiviszem, de akkor napi szinten megyek vele. Ha nem, tehát hogyha valamiért mondjuk tartok benne egy nagyobb szünetet, ennek a címe legalább jó. Olyanok ezek a címek, mint amiket ugye az izébe a Game Dev Tycoon-ba ad az ember a játékoknak. És nem is véletlenül, mert ugye az pontosan erről szól, hogy ilyen eladható címmel kell kidobni a cuccot a piacra. Fú, de örülni fogok, ha ezzel itt végig döcögtünk, te jó ég. Elég szar ez az út. Remélem, hogy a másik irányba kifele nem lesz baj a megpakolt járgánnyal, mert bár mondjuk ott még viszem magammal a Fleet Startot, azt tud segíteni, ha valami baj van. És
gyakorlatilag ezután a forduló után az utolsó szállítmány fog következni, ami a térképen megtalálható feladatnak. Nagyon-nagyon izgalmas ez a dolog. Köszönöm a bizalmat, ez jó volt. Igen, az a célom, hogy egyben odaérjek. Mindenképpen az lenne a fő feladat, hogy pozitívan érjen véget ez a michigani karrier. De mondom, majd lehet, hogy egyszer összeszámolom, visszanézem a streameket, aztán összeszámolom, hogy hányszor is borultam föl, meg igazából mikkel hányszor. Azért volt egy-két igen érdekes pillanat. Na itt akkor lassítunk megint, mert ez ilyen cumi rész. És hál' Istennek sötét van, meg köt, hogy könnyű legyen. Most nincs rajtam az utánfutó, úgyhogy ez lehet, hogy hátrány. Olyan szempontból, hogy nincs, ami pluszba megtartson esetleg. Próbálok, álljunk még lassabban akkor. Hát ha abból nem lehet, abból talán nem lehet baj. Viszont itt át kell navigálni a túloldalra, mert az előbb is nagyon megsüllyedt. És borzasztóan megingott a dolog. Nagyon jó, nagyon jó. Szépen lassan, az a biztos. Itt se rúgjuk el neki, mert ez is egy ilyen elég agresszív kanyar lesz. De így utánfutó nélkül talán nem kell akkora ívet venni. És ez talán segít abba, hogy ne legyen gond. Nézzétek el nekem, hogy lassan megyek, jó? Ez azért van, hogy ne legyen baj. Igen, egyébként ezt az utánfutó lefelakasztásnál is rendszeresen eljátsza, hogyha ugye én rendszeresen pakoltam úgy leföl az árut, hogy inkább az utánfutóról akasztott, vagy pakoltattam le, hogy a motoros egységen maradjon ugye a több áru. De ugye ez csak úgy lehet, hogyha ugye először leakasztod az utánfutót, lepakolod az árut a platóról, tehát a rögzítést feloldod, majd visszaakasztod az utánfutót, lepakolsz arról, mert ugye ott még rögzítve van az áru, majd utána ugye visszarögzíted az árut a hogy is hívják on, a teherautón, és csak azután akasztod vissza az utánfutót. Ezt konkrétan így ki lehet játszani ezt a dolgot, de hogy ilyen körülményes. Na jó, itt már adunk egy kis gázt. És itt jövünk. És itt a kapuba kell fölborulni, az lenne a menő. Lehet ezzel trükközni, hogyha utánfutóval viszed az árut, és mondjuk itt van rajtad mondjuk a platón is kettő, meg az utánfutón is kettő mondjuk sima deszka, akkor lehet azzal trükközni, hogy mondom, leakasztod az utánfutót, unpackolod a platón lévőt, majd visszaakasztod az utánfutót, és lepakolod róla. És akkor arról lepakolja, mert alapvetően mindig a platót veszi alapul, és mindig arról kezdi el lepakolni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen kretén megoldás, de ez van. Az az 20-as szint! Juhú! Mit írt ki egyébként? Nem figyeltem, hogy mi volt elérhető. Na, lassan pénzünknél vagyunk, már csak egyetlen egy feladat van. Fú, azt a rohadt mindenségit. És ezért is még egész sok. Hát, jó, fogjuk rá, hogy sok. Sok pízt kapok, meg sok hüzét, XP-t. Már itt több szintet valószínűleg nem fogunk lépni. Nem bizony. Viszont 99% emberek 99% utolsó kanyar jön. Fú, hihetetlen, hogy ezt is megéltük. Hihetetlen, hogy itt tartok.
Egész egyszerűen hihetetlen, de nagyon király. Erre jövök vissza, mert erre rövid. Meg erre jól fel lehet borulni, hogyha nem figyelek. És akkor legalább van benne valami izgalmas is. Nem mintha az lenne a cél. Tehát ez általában nem a berúgás a cél, de útba esik. Tehát szokták volt vala mondani. Imádom ezt a szürkületet a játékban, szó szerint tényleg alig látni benne valamit ilyenkor. Ez ilyen alapvetően tényleg elég jól hozza a szintet. Na, megtankolunk, kidöcögünk, felrakodjuk az utolsó szállítmányt, aztán kivángatjuk. Hát a fasz, nem akarom rángatni. Lehet, hogy inkább kijön a saját lábán a Fleet Star, hogy ezzel már ne legyen baj. De majd meglátjuk, hogy mihez van kedvem. Az a lényeg, hogy erre most többet nem jövök ki. És itt főtankolunk, mint az állat. Na, hát nagyon helyes, egészségedre jó étvágyat. Igazából az lesz a gond, hogy szerintem lehet, hogy a pakolást azt én is délutánra hagyom, mert hogy így fél óra körülbelül és ebédidő van itt, itthon nálunk is. Úgyhogy lehetséges, hogy most így megalkotjuk a 100%-os statot, de a pakolás az még várat majd magára. Meg hát igazából én is kezdek éhes lenni, így a reggeli az hiába volt 9 környékén, az már nem mostanában volt. És akkor igazából lehet, hogy egy olyan délutáni órákban ezt folytatjuk és rendet rakunk, elpakolunk. De amíg eszel és elfogyasztod a sert, addig szerintem még pont kitartok. Ez a sör dolog nem is rossz ötlet, kéne inni egyet. Lehet én is iszok egyet, bár akkor meg olyan jó szunyálás lesz itt ebéd után, mint az állat. Legalábbis általában az szokott tőle lenni. Ami lényegében nem baj, mert holnap is teljes mértékig ráérek. Hogy ha véletlenül délután el is alszok, akkor viszont este addig nyomom, addig akarom. Ja igen, az a 3-4 óra már semmi. Na, mondom, szerintem átvisszük a farmra a cuccot, és akkor ott lehet, hogy lepihenünk. Mert tartunk egy ebéd szünetet, meg egy délutáni csendes pihenőt, és akkor a number 30, vagy mi? 28? 28? 28 jön, ugye? Ezután már 28 jön, azt hiszem. Azzal pedig átkelünk akkor Alaszkába. Jaj, de várom, már basszus izgatott vagyok ott, azért jól át kell építeni az autókat. Láncos gumi meg a tököm. Meg jó fel kell öltözzek, hogy ne fázzak. Tényleg, komolyan mondom, hogy már csak a látványtól is valószínűleg fázni fogok. Így könnyen, tök jó megy, amúgy üresen. Amit hogy így üresen, könnyen megy, jó van. Majd ha megbeszéltem tanulni, akkor majd menni fog ez.
Imádom egyébként, hogy a francért van itt egy ilyen tó középen. Azt nem tudja megmagyarázni igazából senki. Csak mehetek majd körbe-körbe, mint egy idióta, ha jól látom, mert ugye itt most felakasztok, de én meg nem fordulok, majd akkor inkább csak körbe. Ne szopass már. Ilyen közel kell állni hozzá. Nem egészen jó ez a szerelvény így, hogy összeér. Tehát ez a valóságban összeakadna, szerintem nem egyszer. És akkor az utolsó pakolás. Kopogjuk le. Ha valahol fölgurul, akkor lehet, hogy nem. No kérem. Ezt meg jó kreténű dobta oda, majd mindjárt odébb hegesztjük. Még itt naplementébe pont le tudom szerintem tudni ezt a dolgot. Na, helyezkedjél valami úton mód. Ó, már mennyivel jobb, látod, ugye? Miért kell itt erőszakoskodni, látod? Egyből jobb volt. Tadá! Ú, elég fos helyen állok. Kicsit még jöttem volna előrébb, de mindegy, most már így marad. Hogy miért csúszik ki egy, ezt nem tudom. Mindegy, talán elfogadja, reméljük. Reméljük, hogy el. Besötétedik, mire lepakolok, az 1100, de mindegy. Megoldjuk sötétbe is. Hát, ha van itt is lámpa. Hú, de jó, belengedt. Mi a szart csinálsz? Nem baj, megtalálta a helyét, az a lényeg. Átugrunk ide, ezt kicsit előrébb állunk. Elméletileg jók vagyunk, mert a bepakolhatónak véli a cuccot. Most meg lehet előre jöttem nagyon. Nem, pont jó lesz. Vagyis hát fogjuk rá, szerintem jó lesz. Úgy néha így rakom le, akkor legalább jól potyog szét. Tuff. Hopp. Úgy né. Nagyon jó. De érdekes egyébként, itt nincsenek is kis rönkök, tehát hogy nincs is rá semmi mód, hogy olyat szállítsak, meg nem, nincs is rá szükség. Mondjuk nem, mintha nem lenne elég ez az adag, ami itt van. Azt, hogy milyen szépen bepakoltam. Júj! Ne álljuljak, az a lényeg. Restore. Nyomunk neki egy lükvercet itt a disznószarba. Úgy. Ide félre túljuk valahogy. Mert akkor ezzel is elindulunk majd mindjárt vissza. Úgy kéne, hogy a forduló íven, ha másikkal is körbe megyek, akkor jó helyen legyen. De talán jó helyen lesz. Change, átülünk ide. Ó, tökéletes, sose volt ilyen jó. Na, ne fulladjunk le, rossz gombot nyomtam. Az volt itt az egyetlen probléma. És akkor kidöcögünk itt a másik irányba. Reméljük, hogy semmi problémát nem fog a
foglalkozni. De, hát mondom, igazából ugyanaz a játék, csak annyi a nehézség benne, hogy több mindenért kell fizetni. Ennyi. Mert fizetsz a recoverért, fizetsz a trailerekért, fizetsz, fizetsz az üzemanyagért, a javításért igazából. Miért kell még fizetni a retainnél, tehát hogy azért is most fizetnem kell, hogyha átszállítatom Alaszkába a járműveket. Aztán igazából mi az, ami még más benne? Talán az alapmechanika dolgok, mechanikai dolgok azok azért nem, tehát hogy itt is valószínűleg lehet csalni itt a rönkökkel, ha az ember akar, tehát igen, lényegében mindenért is fizetni kell, és az a még a nagyon nagy szopás, hogyha megveszel egy fejlesztést, akkor azt csak 50%-ért tudod eladni. Tehát gyakorlatilag az sincsen ingyen, mert ugye a normálban ott mindent amennyiért megveszel, annyiért el is tudod adni, azt hiszem. De javíts ki, ha tévedek, mert már elég régen volt, mikor az normálba játszottam. De ott nagyon komolyan oda kell figyelni. Ott tényleg, hát tervezést igényel, hogy ugye mit, hova tesz az ember. Lehet, hogy nem kéne húznom a Fleet Start magammal, mert elég nehéznek tűnik. Jön főleg, hogy a közébe húzom. A lehető legrosszabb opcióba. Benn a gödörbe. Nem, meg se kottyan. Kérem szépen, meg se kottyan. Jó lenne, hogyha nem ott jönne, csak pont ilyen faszul kötöttem össze. Úgyhogy szerintem megállunk egy pillanatra. És... várjál, hogy így, igen, így. Nem, nem, bizony, hogy nem. Itt Drummond Islanden például kifejezetten drága, ott 5 kredit, dollár, akármi, hívjuk bárminek. Ugye Black Riveren 2 kút van, ugye ami a hegyekben van ott fönt, az 3 kredites. Egyébként a másik kettő, ami Drummond, ami a gátnál van, az 2, meg Black Riverben is, ami a városban van, az is 2. Tehát annyiba kerül 1 liter. Igen. Tehát azzal is minden külön számolni kell. Igazából, hogyha... jó, most ugye aki tudja, mert ugye én se nagyon figyeltem, de aki tudja, hogy mennyi üzemanyag van ugye ezen a mapon például, az rengeteget tud azzal spórolni, hogy eljön ide, fölfedezi, amilyen gyorsan csak tudja, és megpróbálja innen összeszedni az üzemanyagos dolgokat, mert akkor nagyon sokat tud vele spórolni. Tehát egy ideje azért én se vettem üzemanyagot a kúton. Volános vagyok. Ja nem, hello. De igen. Lehet ezzel így mahinálni. Jó irányba megyek egyáltalán? Jó, jónak tűnik. Idáig ki kéne rángatni a Fleet Start. Jó buli lesz. Nagyon jó buli lesz. Hát azért ez még el fog tartani a darabig. Az üzemanyagot? Hát, hogyha megveszel egy trailert, ami ugye üzemanyagos trailer, ugyanúgy üresen kapod meg. Ezzel se lehet már csalni, mert ugye normál módban veszel egy utánfutót, amit ugye magad után csattintasz, és tele kapod meg, megtankolsz, aztán ugyannyira eladod. Itt ugye ilyen nincs. Itt megveszed, eleve nem tudod eladni, tehát ha megvettél egy trailert, akkor az itt rohad meg. Itt az, ami nekem a küldetésekhez meg kellett venni itt ezeket a fahordáshoz szükséges eszközöket, és nem fogom tudni magammal átvinni a következő térképre. Hát nem mocskok, csak jó, mondjuk itt a trailerrel is lehetett volna mondjuk annyit, hogy 50%-ba eladni, de mondom, én normál módban abból csináltam vagyonokat, hogy az összes nem használt trailert eladtam. És iszonyat pénzeket lehetett belőle akasztani. El ne akadj, el fog akadni. Elakadt.
Hát figyelj, hard vagy nem hard igazából. Kinek mi az ízlés világa. Nekem tetszik alapvetően, hogy kicsit többet kell benne gondolkodni. Mondom, én azért hagytam abba, úgymond, amikor megjött a hard mód, vagy megjelent a hard mód, mert nagyon tetszett. Csak ugye 70-valahány százaléknál jártam Michiganbe, és mondom, ó, az Isten faszát, mert most újra kezdeni az egészet, meg minden. Aztán valahogy az Istenért nem akartam. Aztán végül most itt vagyunk. Hát igen, azért mondom, hogy abból iszonyat pénzeket össze lehet szedegetni. Csak ezt itt elveszi tőled, ezt a lehetőséget. Ami alapvetően nem hülyeség, mert ugye nagyjából minden térképen megkapod az alapkövetelményhez meg, vagy az alap, hogy a feladatokat teljesítsd, a felszerelést. Itt egyedül ugye azért nem volt rönghordásos cucc, mert ugye nincs gyártási lánc, tehát itt meg kellett venni külön. De mivel ezt hagytam a legvégére, ezért igazából pont jó volt, mert belefért az összegbe is. Amennyiben nagyjából került a szerelvények ára, annyit azért vissza is fog hozni. Tehát, hogy nem... Azt kell, hogy mondjam, hogy azért nullszaldónál egy kicsit jobban fogunk kijönni. Nem emlékszek rá, hogy mennyi volt a kredit, amikor elkezdtem ezt a röngszállítást, de kétszer került 14 ezerbe, meg nem is tudom, mennyibe kerültek ezek amiket a teherautóra rakok szerelvények, de ezek se voltak azért olyan ócók. Úgyhogy azért mondom, hogy ezeket a feladatokat itt igazából csak az ilyen elmerodjantak teljesítik, mert nem igazán vagyok vele pénzemnél. Csak talán éppen, hogy... De hát én a kihívás miatt csinálom. Igen, azért mondom, hogy normál módban én is ezzel farmoltam a pénzt, hogy az összes utánfutót eladtam. Hát a világ legjobb biznisze. Kicsit cigányos, hogy viszed vasba, de nem baj. Kérek én még az ég, basszus. Na, még fél távnál van a üzemanyagtank, úgyhogy ez még bőven jónak kell, hogy legyen. Nem lesz semmi mutatvány, azért még ez az út kifele sem a legegyszerűbb. De hát haladunk, az a lényeg. Lehet, hogy menne ez gyorsabban is, csak mivel iszonyatosan szar a súlypontom, ezért inkább hagyjuk és inkább döcögjünk. Jó ez így is. Úgyhogy az az igazság, hogy én is csak olyan eszközöket, vagy olyan motorokat, olyan váltókat adtam el, amik ilyen standardok. Mert amiket valószínűleg nem fogok soha visszaszerelni. De egyébként ez se egy okos dolog itt hard módban, mert hogyha mondjuk mit tudom én, az egyik gépedben van egy jó váltó. Tehát most a logikát próbálom átfoglalni. Ha az egyik gépedben van egy jó váltó, de van egy olyan kocsid, amiben egyébként jó lenne az a jó váltó, de már nincs meg a standard, amire eladtad, akkor meg kell venni a standardot, hogy le tudsz szerelni róla és átrakni a másikba. Tehát alapvetően, hogyha valaki elkezdi a harmonót, akkor én most már olyan szinten ezeket a dolgokat elbasztam, hogy ezeket eladogattam, ezeket az alapfelszereléseket, de nem éri meg eladni az alapfelszerelést, mert ugye fél áron tudod csak eladni. Viszont, hogyha variálni akarsz az eszközökkel, akkor ugye egyik gépet sem maradhat alkatrész hiányos. Ebből kifolyólag vissza kell tenni legalább a standard cuccot bele. Ami cumi. Még lesz egy nyolcadik, ugye?
Vagy a melyik jön most? Phase 7, 8, valami ilyesminél tartunk, ugye? Na már elvesztettem a fonalat, elég sok van, ugye a második évet fogjuk nem sokára zárni. Mikor jelent ez meg? Áprilisba? 20-20 április? Most már ugye több mint két éves, ugye? Aha, hetediknek még elvileg, hetedik, nyolcadiknak még elvileg lennie kéne, nem? Mert ugye úgy van, hogy minden egyes év, tehát minden egyes year, amit megveszel. Aha, akkor el vannak egy kicsit csúszva, mert ugye általában ugye úgy szokott fordulni az év, hogy a kiadáshoz mérik. Az kemény, mondjuk, ha ahhoz mindhez összedobnak egy masszív térképbővítést. Igen, értettem. Jó, ez most szőrszálhasogatás volt, mert ugye másfél hónap kövő, de igen, tehát jó, jogos, valahogy áprilisban jelent meg, úgyhogy nem sokára két éves. Tehát most ez azt jelenti, hogy ha most kiadnák a hetediket, akkor még ki kéne adni ők a nyolcadikat is ugye másfél hónap alatt, tehát hogy szerintem itt akkor lehet, hogy csúszni fognak. De hát így is én alapvetően örülök neki, hogy ilyen szépen támogatják a játékot. Mert folyamatosan, lényegében folyamatosan fejlődik ilyen szempontból. Igen, mert ugye négy évszaknak szokták csúfolni, ugye egy év, de négy évszaka van. Tehát ugye ilyen sessionöknek is lehet mondani végül is season, hogy azért hívják season passnek, csak ők ugye itt year passnek hívják, mert ugye nem évszak, hanem náluk az évbe van a négy évszak, és akkor nem kell külön-külön megveszegetni, hanem megvan mind egybe, vagy hát kapod, hogyha jön. Vagy valami ilyesmi az a lényeg. Itt az a cumi, hogy hard módba azért se rakja be. Én nekem, nézd meg a Steam akkuntomat. Félelmetesen sokat játszottam az a Spin Tires-zel. A Medrunnerrel pedig a izéket csináltam. A, hogy is hívják okat? Azokat a challenge-eket. Nekem az, ott azok tetszettek nagyon, mert már kezdett kilenni a tököm a izével, a rönghordással. És akkor jelent meg ugye a... Nagyjából mikor én ott tartottam, akkor jelent meg a SnowRunner, és akkor ott a Medrunner-es karrierem az úgy, ez úgy félbe lett vágva, és akkor köszönöm, hello, ennyi elég volt. Tehát ott Medrunnerben szerintem csak két térképen van teljesítve. Azt hiszem igen, most már igen. Talán nincs alsó vonal, csak simán space, de igen. Profilképem az talán ugyanaz. Szerintem az ugyanaz. És talán pont a háttérkép is izé. Hogy is hívják? Szia Gyuri bácsi! Aha, igen, normálba. Hardon csak háromszor. Én mondom, hogy a Medrunner csak azért nem, mert... A Medrunner csak azért nem, mert közben megjelent ez, és jobban érdekelt. Meg igazából az a baja izével a Medrunnerre, hogy nagyon sok térképe az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Spin Tires-be. És oké, okay, hogy American Wilds kiegészítő, meg minden van hozzá, de hogy úgy annyira nem. Annyival nem ad hozzá többet a játékhoz szerintem. Itt ugye meg vegyes, tehát itt ugye megint alapból kapsz mindenfélét. Ezért mondom, ez nekem alapból jobban tetszett. Ezért is álltam át én akkor erre. Pedig amúgy ott is tök jók a zenei hangeffektes cuccok, amikor valamit felfedezel, akkor ott is már ilyen tök menő zenéket nyomat. Nem tudom, ki találta ki, hogy ezt így meg kell csinálni. De azt tudom, hogy nekem a Spin Tires nagyon sokáig egy tök tájidegen játéknak tűnt, hogy most mi a szar az, most az mit akar, meg hogy működik. És akkor mikor tényleg így nem is tudom már, hogy hol láttam róla jobb videót. Igen, egyébként azzal pontosan az a baj, hogy attól függetlenül, hogy kapott egy izét, egy American Wild-os ilyen járműparkot, meg itt három térképet durván,
az nem ért annyit, hogy külön játék legyen, de tehát ugye így ahogy mondod, igazából sok funkció, tehát van olyan funkció, ami például a Sprint Race-ben tök jól működött, Medrunner-ben meg nincs is. Tehát ugye Medrunner-ben, ha összekötöd az autókat, akkor nem tudod te manuálisan. Jó, ezt elhiszem, persze, ezzel nincsen gond. Minden, tehát ezek a játékok igazából ezért maradnak fent nagyon szépen. Ja, valakin én is láttam, és akkor mikor kiderült, hogy ebben ilyen tök jól lehet szállítgatni cuccokat, akkor nagyon bevonzott. De mondom még egyszer, visszatérve azért a Medrunnerre, hogy igazából a Sprint Race-ben tudod manuálisan vezérelni, hogy merre tekerje a kormányt, hogyha vontatod, meg mit tudod, hogyha ki akarod húzni valahonnan, akkor az tök sokat segít. Ebben és a Medrunnerben ez már nincs benne. Pedig iszonyat nagy segítség lenne, mert helyenként pont ugye általában mindig megpróbálja a felé tekerni a kormányt, amerre ugye a vonójármű van. De ez nem mindig így az optimális, tehát hogy helyenként ezzel igazából csak leszivat. Na akkor most meg kell nézzem, az a helyzet, hogy be kell lépjek Steamre, mert ugye ez epikes. Mindjárt belép izére, azt akkor mondom is, hogy hány órán van. Hány órán van a Sprint Race-ben, de azt hiszem talán a nekem 200 fölött a Kerbal Space programban. Igen, azért mondom, hogy az a Sprint Race-ben az még úgy működött, az úgy még tök jó volt. Itt már sajnos nem igazán. Na, akkor mindjárt mondom, hogy mi van. Mondom, mi van. Hú, egész rég játszottam már Steam accountról. Annak ellenére, hogy rendszeresen bevásárolgatok minden szart. Nekem Sprint Race-be, nekem 67 órán van csak. Viszont 71%-ban teljesítettem az achievementeket. Mekkora állat vagyok. Medrunnerbe 62%-ig van az achievement kipörgetve, de csak 16 óra alatt, mert mondom, ott a pályákat, azokat nem teljesítgettem. Úgyhogy az úgy kimaradt. De ettől függetlenül aránylag sok mindent megcsináltam benne. De hát a third verzió az olyan dolog, hogy amihez nincs demo, ahhoz most ezzel úgy meg tudod magadnak előlegezni a dolgot. Aztán, hogy utána megveszed, de hát jó, az most másik kérdés. Én azóta, amióta úgy van keresetem és el tudom dönteni, nekem a Sprint Race-ben, mondom, ez a 67, ez úgy elégnek bizonyult ahhoz, hogy megcsináljuk mindent. Én megcsináltam az ilyen, hát az úgymond ritka achievementeket, csak azért volt ritka achievement, mert ugye a kínai DLC-t, meg a Chernobyl-t már nagyon kevesen csinálták meg. És hogyha azokat teljesítetted, akkor kaptál ilyen aranyszegélyes achievementeket. És a legritkábbak azok ebből fakadóan onnan erednek, mert ugye a kínai DLC-t, az talán akkor jelent meg a kínai DLC hozzá, a kínai térképek, amikor már ez is kint volt. Tehát már ez is megjelent. És ebből kifolyólag ugye már senki nem játszott vele, és ilyen 0,1% az, aki a játékosok közül teljesítette. Á, én ezt már egyből vettem. Kínai az alapvetően nem, ott érdekes, mert ott már nem fát szállítasz. Tehát azért mondom, hogy ez már ezután született, az a DLC, miután ez a játék kiment, mert ott már lehetett ugye rizst vinni, meg csöveket, tehát ott már egy kicsit belementek, egy kicsit átvett ebből a játékból, tehát ott lehetett látni egy pici áthajlást. Nem voltak rosszak a térképeik, De aránylag jók voltak az achievementek, aztán ezt meg lehetett csinálni. Mondjuk azt tudom, hogy másfélszer kellett végigjátszani a térképeket, hogy leszállítsak, mit tudom, 10 adag rizset, vagy 10 szállítmányi rizsát, meg csöveket, meg ilyeneket, és akkor amiatt ugye én vissza-vissza jártam a térképekre, de csak az achievementek miatt.
nekem ez nagy érvágás, hogy az Epic-en nem úgy vannak az achievementek, mint Steam-en, hogy így mindenki láthatja. Illetve nem minden játéknál van így. Mondom, DLC volt. Nagyon a végén, tehát már megjelent a SnowRunner, mikor konkrétan kidobták azt a kínai DLC-t. Tehát akkor nem tudom hány éve, tehát hogy hány éves lehetett a játék, de nagyon későn jött ki. Ami még nagyon kemény volt, amihez mondjuk nem adott DLC-ket, az a Sherpa Challenge, azt hiszem. Vagy lehet, hogy ahhoz még adott. Csak az Aftermath-hez, nem, a utóhatásokhoz. Vagy valami ilyesmi. De azt tudom, hogy a Sherpa Challenge az nagyon kemény, mert én sokáig ott szenvedtem vele, hogy nem tudtam, hogy mi az Istenért nem tudok én átjutni bizonyos helyeken. És konkrétan egy ilyen Madfest-es videóból jöttem rá, hogy ez a Sherpa, ez tud úszni a vizen. Tehát ennek konkrétan olyan könnyű a kasznia és olyan a gumia, hogy ez úszik a vizen. És akkor onnantól kezdve már könnyű volt, mert konkrétan lemodellezték, lehet vele közlekedni a vizen. És tök baró amúgy, tehát utána már nem volt olyan nagyon nehéz. Vagy hát könnyebb volt, mint előtte. Én most vissza nem osztom neked, én nekem körülbelül 7 nap van eddig benne, de ugye ez azért, mert ugye nagyjából olyan 3 napnál volt a... Hát 3 és fél napnál volt durván, amikor ugye újra nekiálltam, most ugye most már több mint 7, tehát durván itt hard módban már 4 napnyi játékidőm van. 4x24 az durván olyan 100 óra mondjuk. 95. Tehát én nagyjából valahol így állok a számok terén, de azért mondom, hogy itt nem könyvel olyan jól, mint Steven. Csak az a baj, hogy amikor ugye tényleg megjelent, tehát átkerült ugye a játék Steamre is, én meg ugye megvettem Epic-en mindenestül, mondom a francokat, mondom, akkor nem veszem már meg izén is, Steamen is, mert annak úgy sok értelme nem lenne. Úgyhogy végül ez azon kevés játékok közé tartozik, amit megvettem, és Epic-es. Most legutóbb a Kenát vettem meg ugye izére Epic-en, csak aztán az végül kimaradt a kipróbálási sorból. Pedig ez egy halál aranyos játéknak tűnik. Csak az a baj, az ilyen harci elemekkel nem biztos, hogy jóba lennék. Adnak meg nem sok értelme lenne, hogy balfaszkodjak. Ahhoz szerintem inkább egy kontroller kéne, vagy hát a franc tudja. Ugye sokan azt mondták, hogy a God of War is, de ezt nem lehet izével, kontroller nélkül játszani, aztán most, hogy ugye kijött PC-re, ugye a... nem is tudom hány éves megjelenési cucc. Így most kipróbálhatták az emberek, hogy ja, de amúgy lehet. Most nagyon nagy hype-ot kapott a Horizon. Ugye a Forbidden Dawn, én nem játszottam az első részével, hogy őszinte legyek. Meg kellett nézzek róla egy ilyen összefoglalót, hogy mennyi az annyi, meg hogyan van. Mert nekem a sztoria egyáltalán nem volt meg, és így utólag mondjuk bánom, hogy kimaradt. Tehát, hogy alapvetően nem tűnik egy olyan brutálisan elborult hülyeségnek, de mégis egy aránylag jó pofa sztoria van. Hát igen, az a baj, hogy ugye, hogyha az ember elkezdene vele játszani, akkor érdemes lenne ugye az elejéről kezdeni, mert ugye az első része elméletileg úgy ér véget, hogy egy ilyen micsoda, úristen, és akkor ugye ezt fejti ki ugye a második rész, ami nem véletlenül alakult így, tehát ezt így is tervezték. De nekem gyakorlatilag teljesen kimaradt, valahogy nem volt szimpatikus. Mondjuk én az Assassin's Creed-de is így voltam durva 6 évig, hogy én azt se tudtam, mi az. Hát jó, mondjuk, hogyha ennyi órád van az izébe, a SnowRunnerbe, akkor meg is értem, hogy miért maradt ki. Mármint, hogy miért nem fejezted be. Na, kiszenveded magad?
Ja. Azt mondtam, rosszat mondtam? 300 óra. Hát igazából hanyatszorra játszod végig? Mert most azon gondolkodok, hogy ugye ha 100 óra csak Michigan, akkor gyakorlatilag 300 óra fölötti óraszám az úgy durván egy komplet végigjátszása nagyjából a játéknak, és most vitatkozhatunk, hogy a hány ATS 3, jó, mondjuk az ATS hagyjuk, az ATS az nekem is szívem csücske, csak az a baj, hogy nagyon sokat játszottam még úgy CD-s verzióval. Hát utolsó fuvar, Pipi, és örülök, hogy itt vagy. Utolsó fuvar, aztán szerintem ebédszünet. Na, szépen viselkedni, ne kapjatok össze. Hát örülök neki, nálunk az ebéd az most még elcsúszott, mert mindenki későn kelt, úgyhogy az még nálam hátra van. Úgyhogy hiába van most itt ilyen jó társaság, szerintem ezt én majd csak este fogom átvinni ezt a sok kóceráit izébe, Alaszkába. Egyelőre lerakjuk az utolsó küldetést, és akkor tartunk egy pihenőt, hogy újult erővel vághassunk neki az izgalmaknak, meg a pakolásnak. Tehát azért az is még szerintem egy jó másfél órás mutatvány, mire mindent összeszedek. Viccen kívül annyi simán lesz szerintem. Hát főleg, hogyha most ez itt probléma nélkül átjut, mert azért nem iszunk előre a medvebőrére azért. Hát itt rotyog egy húsleves, ami nem sokára készen lesz. Úgyhogy igazából engem itt az illatok már eléggé gyötörnek, hogy őszinte legyek. Pedig jó sokan vagytok most, azt nézem, heten? Az kemény. Az igen. Hát jó van, de te is ilyen állatmódjára kened, hogy ilyen brutál mennyiségű időt beleteszel. Szerezz egy videókártyát, amiről tudsz streamelni, mert ennyi időt bazd meg a hivatásos streamerek nem tesznek játékokba. Na, tankolunk. Az kemény. Ja, hát azért mondom, hogy az biztos, hogy bele lehet feledkezni. Az ember úgy tervezget, meg úgy megyen, aztán csinálgatja, szépen megmondtam. Ja. Nem baj, hát figyelj ide, az a lényeg, hogy szakértői hozzáállással azért teljesen más ez a játék. Igazából ennek az újrajátszhatósága talán csak azért opció, mert bár kinkeservesen sokáig tart, hogy az ember kipörgesse, főleg, hogyha még mit tudom, másodjára, harmadjára is neki akar állni, de rengeteg olyan apró dolgot tud már ugye előre, hogy mit hol tud megszerezni, és mit hogyan, hogy talán az azért ad egy kis előnyt. Én most csak azért megyek itt a térképeken is sorba. Úristen, az nagyon durva. Én nekem ez a mondjuk kétszer ez a 3 óra naponta, ilyen megszakítással, amit most is valószínűleg így fogunk majd megejteni, ez bőven elég. Ennél többet szerintem egészségügyi okokból tényleg nem. Na, az mondjuk kemény. Én nem vagyok jó FPS lövöldékbe. Éppen ezért nem is erőltetem, hogy azzal játszak. Ja, azok egy kicsit ilyen intenzívebb dolgok azért. Én a Sniper Elite-nek az első részével játszottam, megvettem bundle-be az egészet így akciósan, mondom, de jó, akkor majd nekifutunk. De mondom, hogy érdekel, hogy hogyan fejlődött a játék, és az első részével nem boldogultam igazából. Vagyis hát nem igaz, hogy nem boldogultam, csak olyan iszonyatosan lapos volt. Az igen. Én nem. Én azért magamat nem szeretem szivatni, tehát hogy itt
ha játszok, akkor ez olyan, mint a voltak a régi Tomb Raiderek, amik még ugye... Mondjuk azok lehet, hogy csak ilyen emulátoros izékkel futnak, azok lehet, hogy DOS-ba indulnak. De konkrétan azok olyanok voltak, hogy ugye ott sem volt igazából... Az irányítás borzasztó volt, hogy mivel lőttél, mivel ugrottál, és ugye a numerikussal forogtál, meg ilyenek. Iszonyat, az első részt se tudtam végigjátszani, úgyhogy megmaradjonak az idegszálaim, pedig nagyon szerettem volna. És tudom, hogy ott én viszont minden egyes sarkon, minden egyes akció után mentettem. Az igen, hát most ez vitatható, hogy de itt a hard mód az igazából csak azért hard mód, mert sokkal jobban meg van kötve anyagi szempontból a kezed. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, ki is van nyitva már egy csomó fullos jármű, akkor sem érem el, mert nem tudok rá pénzt félre tenni. Tehát igazából ez a hard mód, ez ilyen szempontból hard mód csak. Meg látod, minden opció elérhető ugyanúgy, mint a normálba, tehát nem kéne nekem feltétlenül darúzni, meg ilyenek, meg recoverelhetnék is ugyanúgy, csak annyival kevesebb lenne a büdzsé. Annyival kevesebb pénz maradna. Körülbelül ennyi a különbség. De alapvetően, ha megfigyelted, én megpróbálok azért úgy játszani, hogy tényleg tehát magamat ne szivassam le. Tehát itt logikával azért sok mindent meg lehet kerülni. Itt jó példa volt rá ez a röngszállítás, hogy mind azt mondtátok, hogy menjek át a folyami átkelőn. Én meg inkább körbe mentem ötször. Tehát, hogy arra biztosan jó volt az út, arra igazából csak annyi, hogy az időt kellett rászánni, de nem szivattam le magam. Tehát, hogy játékstílusban, most tök, hogy benne vagyok a bozótba, játékstílusban én inkább így értem azt, hogy nem akarom magamat szivatni. Tehát én az izét is, mondom, a Sniper Elite-nek az első részét is beraktam én izé Marksman-ba, hogy fúj, milyen jó lesz majd itt izé mindenkit leaprítunk. Hát biztos izgalmas lehet. Én nem játszottam még a 4-gyel se. A 2-vel azt hiszem talán egy kicsit, annak volt remastered része. Azzal valamikor azt hiszem játszottam, de azt sem tudom már, hogy pontosan hogyan, meg miért. Jaj, ez nagyon jó ez a szög. Olyan szögben áll a kocsi, jaj. Én nem tudom, azért, hogyha alapvetően szórakozni akarok, akkor nem húzom hardra egyik játékot se. Ennek a hard módja igazából inkább csak egy ilyen... Na, ezt csináljátok utánam. Nincs kikötve egyébként még. Most már ki van. Csak ez nem oda lesz kikötve, hanem... Inkább valahogy... Valahogy így. Hát Pippi, most éppen itt is próbálok nem kikészülni. Mert ez nem sokon múlott. A kurva mindenit. Túléltük egyelőre. Tudtam én, hogy lesz itt valami, valami szopódás még. Ki az, aki szorított érte, hogy főboruljon? Jaj. Fú, nem mondom, hogy levert a víz, de azért egy alsógatyát lehet kéne cserélni. Fú, a kurva élet. Leizzasztott. Hát igen, az a... Kösz, igazából nem igazán volt hozzá sok közöm, mert ott szerintem megfogott a sár meg az utánfutó. De hogyha egy picit tovább borul és lefullad, akkor kész, akkor az kapufa. Onnantól kezdve ki se jutok onnan. Így nagyon jó volt. Hát ahogyan állt, hát én se nagyon hittem el. Ott konkrétan pont ami miatt meg tudott borulni, az a sár volt, de ami megmentette, az lehet, hogy pont a sár volt, mert annyira megfeneklett, hogy megállt. Fú, egy pöppet leizzadtam.
Na, mehetünk Alaszkába, most már ki vagyunk melegedve. Az utolsó nyomorult kanyarokba szép lett volna főborulni. Pedig innen rángattam ki nagy trélert is. De mondjuk itt milyen jó pofa, jó fejek, ide tettek szalagkorlátot. Kedves aranyos megoldás. Mondjuk helyenként sokkal rosszabb helyen van, mint hogy kéne, vagy lehetne. Így van, be fogok öltözni. Igen, egyébként igen, van valamikor olyan hihetetlen szög, vagy dőlés szögekben még jár a motor, és akkor ki tudod magadat gyorsan menteni. De hát, mondom, én azt becsülöm, aki képes arra, hogy mindig olyan szögben nézze a kamerát, hogy ugye a gyors F gombbal bárhová ki tudod kötni magad, ha éppen eléri, és akkor azzal menti. Hát most én is körülbelül itt pillázok nagyokat, hogy úristen, mi volt ez. De a lényeg az, hogy ezzel a bravúrral és ezzel a szállítmánnyal hivatalosan is elérkeztünk oda, hogy Michigan utolsó feladatát is teljesítettük. Ez az! Nagyon jó! Thanks for your help. Hát nagyon szívesen rohadjatok meg. És ott van! Ott van 100%-ba. Ez az! És ez az egész játéknak 17%-a volt. Ja, Istenem! Sok van még itt. Így van. Igen, egyébként igen. A gyors csörlő az néha olyat tud rántani, hogy na mindegy, hagyjuk. Tehát képes az meglepetést okozni. Azt nézem, hogy általában azért mindenhol ad járművet. Kivéve Amurba meg Domba. Meg mi van? Amurba, Domba, Mainbe, ott nem ad. Összesen még a fele hiányzik a megtalálható kocsiknak is. Na, az a lényeg, hogy igazából ha jól látom, akkor durván így a játéknak a hatodánál vagyunk. Legalábbis küldetések terén. Statisztikailag viszont az ötödénél durván. Na, vagyis megyünk szépen sorba, az úgy lesz, úgy lesz az igazán király. Nézegettem, hogy milyen vizék hol nyílnak ki, de nem. Megyünk sorba, aztán majd meglátjuk, hogy szopat le, meg hogy nem. Júj! Na, viszont akkor szerintem itt tartunk egy ebédszünetet, legalábbis én még csak most fogok tudni elmenni ebédelni. Úgyhogy szerintem, ha el is alszok ma délután este 5 körül, legkésőbb, ha nem alszok el hamarabb. De ha lepihenünk, meg itt csöndes pihenő lesz, akkor valószínűleg később. Ma mindenképpen átköltözünk akkor Alaszkába. Úgyhogy akkor mindenkinek jó csendes pihenőt, meg jó étvágyat, aki még esetleg eszik, köszönöm szépen. Aztán innen fogjuk akkor folytatni. Addig is akkor mindenkinek jó pihenést és sziasztok!